Hát ez a felfordulás, amiről beszéltem, mind semmi ahhoz képest, ami az argentin szövetséget jellemzi, és miután az áfában mindenki igyekszik menteni az írháját, kisebb gondjuk is nagyobb annál, mint sem, hogy azzal foglalkozzanak, hogy győzelem esetén mennek-e a konfederációs kupára vagy sem. Julio Grondona 34 éven keresztül irányította a szövetséget, 2014-ben elhunyt, azóta tart az örökösödési háború, amiben a FIFA-nak is bele kellett szólnia. A becsődölt szövetség elnökét, Luis Segurát néhány órával ezelőtt a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elmozdította a pozíciójából, és egy olyan embert nevezett ki a szövetség élére, akit az argentin bíróság megvétózott. Tehát argentin szövetség, mint olyan, csak papíron létezik, mert vezetője, vezetősége nincs. A csapat teljesítményén mindez nem látszik, ám a játékosok nap mint nap a bőrükön tapasztalják a káosz hatásait, és tűrnek, bár Messi és Agüero egyszer-kétszer már kifakadt. Damas y caballeros, por favor ponerse de pie para escuchar el himno nacional de Argentina. Jön az argentin himnusz. Az argentin nemzeti himnuszt eredetileg patrióta töltetű indulónak szánták. A Vicente López y Planes zenét szerezte Blas Parera a 19. század elején, amit aztán többször átdolgoztak. Egy több mint 200 éves műről beszélünk. Jöjjön a chilei himnusz. Chilei nemzeti dalt hallhattuk, hiszen így is nevezik a chilei nemzeti himnuszt.
Eusebio, Lio Robles, Bernardo de Verai, Pintado és Ramon Cardiceri Patié alkotása 1847 óta. Ez Chile hivatalos himnusza. Hát két argentin a kispadon, két olyan ember, aki játszott Rosarióban, egyik a Newell's-ban, a másik pedig a Rosario Centralban, de hát a leghíresebb rosáriói ezen a mérkőzésen természetesen Lionel Messi. Íme az argentin válogatott kezdőcsapata, a kapuban Sergio Romero, a mezőnben Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, Marcos Rojo, Ever Banega, Javier Mascherano, Lucas Villa, Lionel Messi, Gonzalo Higuaín és Angel Di Maria. Hát voltak kérdések bőven a mérkőzés előtt, ami az argentin kezdőcsapatot illeti, hiszen, mint tudjuk, nincs Lavezzi, aki az Egyesült Államok elleni meccsen ráesett a reklámtáblára, könyökét törte, meg is műtötték. Augusto Fernandez is sérüléssel bajlódik, és hát várható volt, hogy Lucas Villa először lép pályára kezdőként ezen a tornán. És hát Di Maria játéka sem volt biztos, de az utolsó edzésen már lehetett látni, hogy Di Maria összekapta magát, és ott van természetesen a kezdőben. Paniga játékáról írták azt az argentinok, hogy nem vehető biztosan, hiszen a legutóbbi edzésen előjött egy korábbi sérülése, végül is ő is vállalta a mérkőzést, és ő is ott van a kezdő csapatban. Hát Gaitán sincs 100%-os állapotban, Javier Pastore még egyetlen percet sem játszott ezen a kopán, úgyhogy menet közben kapott lehetőséget. Claudio Bravo a chilei válogatott kapujában, a mezőben Mauricio Isla, Gary Medel, Gonzalo Jara, Jean Bocéjour, Marcelo Díaz, Arturo Vidal, Charles Aranguiz, José Fuenzalida, Eduardo Vargas és Alexis Sánchez. Hát Alexis Sánchez nincs mosolygos kedvében itt az Egyesült Államokban. A mérkőzés előtti utolsó tréningen Enzo Roccoval ütközött. Ő húzta a rövidebbet, illetve a lábát. A bal combja sérült meg, de egy kis gyúrással helyre pofozták, és tudta folytatni a munkát. Hernándezre és Menára nem számíthat pici. Visszatért a csapatba Marcelo Díaz, aki felépült sérüléséből, és ott van természetesen Arturo Vidal is, aki nem játszhatott legutóbb, méghozzá eltiltás okán. Ahogy azt már a kollégáim említették, a brazil Éber López dirigálja az összecsapást, az egyes számú asszisztens is brazil Kléber Lucio Gil dolgozik, tehát hozzánk közelebb a túloldalon pedig Bruno Bosquilla munkálkodik, miközben Panega lő és elmegy a labda a kapu mellett. Rögtön az első másodpercekben ki tud dolgozni egy lehetőséget Argentína. És hát úgy kezdi a mérkőzést Gerardo Martino csapata, ahogy szeretné kezdeni pici együttese, hiszen piciéknek az a céljuk, ami nem pici cél, hogy nagyon gyorsan meglepik Argentínát, így ez történt néhány mérkőzésen itt a tornán. Ügyes labdaszerzés, Banega lekészíti magának, és Médel mögött elment a labda Bravo kapuja felé. Mascherano. Mascheranot összehasonlították Vidallal. Kiderült, hogy Vidal jobb statisztikával rendelkezik. Persze ez semmit nem jelent. Bocéjour kezében a labda, aki egy picit feljebb kezdte a Copa Amerikát, egy sorra feljebb, aztán visszaléptette őt pici. És kiváló muzsikál a védelem bal oldalán. Bocéjour megint. Vidaltól kapta vissza a labdát, Bocéjour be oda középre, érkezett Funes Mori, Higuaín próbált helyet csinálni magának, Higuaín a legeredményesebb játékos, argentin játékos Chile ellen a történetben, a történelemben, és hát nem rövid a párharc történelme, úgy tetszik, 4 gólja van Gonzalo Higuaínnak, Sánchez közben a labdával, és érkezik Sergio Romero, mutatja, hogy minden oké, gyerekek, nyugi, lépjünk tovább, Otamendi. Mercado megküldi az oldalvona mellett. Bocéjour szabálytalan, pici pedig letámadja Kléber Luciót. 72-es a londrinai születésű játékvezető, 2002 óta FIFA tag. Messi a Chile-Argentina VB selejtezőt is ő vezette. Santiago-ban Argentina 2-1-ben megnyerte azt a mérkőzést, csak úgy, mint az első találkozott itt a Copa Amerikán. A VB selejtező volt az első
meccse Piccinek a chilei válogatott kispadján. Mindkét mester egyébként megjárta a Tenerife együttesét, hát mondjuk Pici tovább maradt, hiszen a gólkirály is tudott lenni a Tenerifével. Néhány hónap után távozott Gerardo Martino, egy kiváló labdarúgó volt, de csak Argentinában tudott nagyot alkotni, és úgy tűnik, hogy edzőként is csak Argentinában képes nagyot alkotni. Messi próbált beindulni, azonban letámadják. Sokszor beszéltek a kollégáim a legutóbbi Copa America fináléjáról. Nos, Sampaolinak, a másik argentinak ott az volt a terve, hogy kivegye Messit. És hát ki is vette a játék, úgyhogy Messit nem nagyon láttuk a legutóbbi Copa America fináléjában. Bosejur. Tanigának volt egy lövése, és innentől kezdve úgy tűnik, hogy átveszi az irányítást Chile. Midel. Isla. Ő játszik tehát a védelem jobb oldalán, Hara és Médel, a két belső védő, Bosejur a balhátvéd, a pálya közepén Aranguiz, Diaz, illetve Vidal, Sanchez, Vargas és Fuenzalida játszik ott elől. Sanchez, Otamendire viszi rá a labdát, Sanchez a földön, mutatja a játékvezető, hogy nem ér a szituáció, kifelé jár szabadrugás. Aztán jelzés a bíró, hogy álljunk meg, mert Sancheznek problémái vannak. Itt hozza be a labdát Alexis Sanchez, nem tudom, mit látott egyébként a játékvezető. Hát ez borzasztó. Mercado rálépett Alexis Sanchez bokájára, ami amúgy is kifordult, mert rosszul lépett Alexis Sanchez. Hát csoda, hogy ez az ember most lábra tud állni, és tudja folytatni a mérkőzést. Mascherano. Közepén ezúttal Javier Mascherano. Már az argentin válogatottban többnyire ebben a pozícióban játszik. Vidal nem tudta elvinni a labdát, Otamendi. Higuaín, Messi kéri a labdát. 269 percet játszott eddig a Copa Amerikán. 5 gólt rúgott és jegyzett 4 gólpaszt. És megdöntötte Gabriel Batistuta rekordját. Vidal kihúzódott egyébként ide a bal oldalra, Barriga. Barriga még mindig, ügyesen oldotta meg Vargas mellett, Higuaín lépett vissza labdáért, szenzációs szezont futott a Napoli csatáraként, Mascherano, Messi, a minap ünnepelte a 29. születésnapját, Alexis Sanchez, a jó barát ment oda, nem tudott labdát szerezni, jól kapja vissza Messi a labdát, gyönyörű blokk volt. Ez pedig láb. Isla szól oda a játékvezetőnek, legyint rá a játékvezetőre, de azt láthattuk, teljesen egyértelmű volt, hogy nem talált el a labdát. Di Maria is közben ápolásra szorul, méghozzá ezért térd a térdel, kipenderítette Isla a pályáról Ángel Di Mariát. A csoportmeccsen gólt szerzett. Di Mariás adott egy gólpaszt Tanigának. Messi végzi el a szabadrugást. Vidal jelez valamit a partjelzőnek, szerinte valami nincs ott rendben. A zónát fogja Chile. Nyilat a középre. Nem volt veszélyes. A fejes szöglet a túloldalról, jelzi a játékvezető. Itt van még egyszer Messi szabadrugása, és van egy olyan érzésem valóban, hogy Bosejur ért hozzá utoljára. Barriga. Barriga középre. Három Chile is támadta a labdát, Higuaín szedi össze, Messi, hőha, ott valaki telibe talált, Sanchez a földön. Meg egy Aranguiz került a földre, be tud kerülni a vonalak közé, Di Maria a beadása azonban gyenge. Egy olyan géppel utazott Amerikába,
az argentin válogatott, amely legalábbis azt mondják a játékosok, kész csoda, hogy nem esett le, és hát először fordult elő, hogy nem tudták kiutaztatni az úszas válogatottat, amely nagy tornákon az első csapat edzőpartnere. Az edzőtermeket a válogatott szponzorai szerelték fel gépekkel, legutóbb pedig 4 órát vártak a houstoni repülőtéren, a repülőn, hogy fel tudjanak szállni, és a játékosok azt is rossz néven vették, hogy nem tudnak rögtön a meccs után visszautazni, hanem várniuk kell hajnalig. Aranguizt veszik kezelésbe, Fuenzalida frissíti egy picit magát. 106 évvel ezelőtt találkoztak egymással először, és az 1910-es első randevújuk óta közel 100 évnek kellett eltelni ahhoz, hogy Chile tétmeccsen legyőzze Argentinát, ami csupán 2008-ban sikerült egy VB-selejtezőn Orellanának. Sokan szobrot emeltek volna, de ahogy mostanság játszik, talán már a földdel tették volna egyenlővé. Orellana nem érzi jól magát a válogatottban, ott ül a kispadon, volt úgy, hogy kezdőként lépett pályára, Bolívia ellen például kezdett, de maradandót nem alkotott. A Chile 2008-ban győzött utoljára Argentina ellen. Itt a Messi átveszi a labdát, és szegény Aranguizt találja telibe, mint egy zsák, úgy huppant a földre. A Bayer Leverkusen labdarúgója Aranguiz az első mérkőzésen 2 labdát is eladott. Az édesanyja is azt mondta, aki egyébként kiváló szakember, érti a futballt, hogy valami nem stimmelt a gyerekkel. Nagyon nehéz perióduson ment keresztül Aranguiz, hiszen volt egy Achilles szakadása, 6 hónapot hagyott ki, de ügyesen vissza tudott térni. Otamendi! Boreszkori rúgja föl a labdát, beleléptek, bedobás következik. Rojo, 2 gólpassza van Rojónak, Higuaín. Higuaín próbált utána nyúlni a labdának, Aranguiz. Fuenzalida felé ment a labda. A Copán 27-szer találkoznak egymással, és ha hiszik, ha nem, Chile egyszer sem tudott nyerni, 19 alkalommal győzött Argentina, és 7-szer volt döntetlen. 68 gólt jegyzett az Albiceleste, és csupán 13-at a chilei válogatott. Azt mondják Chiléről, hogy nem feltétlenül sportnemzet, vagy sportos nemzet, és ezt a chilei futballt argentin szakemberek tették rendbe, kezdve Bielszával, folytatva Borgival, aztán jött Sampaoli, most meg ugye Pici trenírozza a chilei nemzeti válogatottat. Tehát rengeteg argentin szakember dolgozik Chilében, többféle sportágon, teniszben is. Parigá forgolódik López útban, Parigá megpróbálta eldugni a labdát, kifelé jár szabadrugás. Nehéz szívvel adja oda a labdát Vargas Mascheranónak. Nagy valószínűség szerint az Interben folytatja majd pályafutását Éver Banega, ahol Karim Edel csapattársa lesz. Sanchez! Villa most lemarad, Sanchez középre, Vidal megpróbálta áttekerni a túloldalra, Rojo ügyesen elengedte a labdát. És hát maga Rojo jöhet a partdobással. Rengeteg chilei és rengeteg argentin szurkoló, a lelátó pedig nem volt olcsó a belépő. Fekete piacon néhány órával ezelőtt $1000 is elkértek egy belépőért. Kisebb rövid zárlat, amiből nagy baj lehet. Villa. Mercado rúgott bele egy jó nagyot. Higuaín. Aranguiz. Ügyes labdaszerzés. Medel. Tara. Tara is óriási rutinnal rendelkezik. Sanchez gyönyörűen fordul Mercado mellett, aztán az ő sarkában akad meg a labda, Villa a földön. A játékvezető nem avatkozik közben, Sanchez középre. Aranguiz ki a jobb oldalra. Vargas a földre kerül, odaszól a bírónak, aki hátra néz. A
a kollégák kirúgják a labdát, hogy lehessen ápolni, ha kell, a Hoffenheim támadóját. Azt mondták a Hoffenheim vezetői, hogy nem válnak meg Vargasztól, azt viszont nem értik sem ők, sem pedig a német szaksajtó, hogy mi történt ezzel a fiatal emberrel, aki vezeti itt a góllövő listát 6 góllal, miközben a Hoffenheim labdarúgójaként 24 mérkőzésen csupán 4-szer volt eredményes. Tehát Európában nem nagyon megy Vargasztnak. Könnyen elképzelhető egyébként, hogy a Sevillában köt ki, hiszen Sampaoli odaigazolt, Sampaoli pedig vinni magával Vargaszt Médel. Aranguiz. Bosejur. Villa rengeteget dolgozik. Hára teszi az a labdát, Bravo. Voltak hibái, ezeket túlélték, sokan kritizáltak egyébként Bravo-t is, és még többen Sanchez-t. Sanchez el is mondta, hogyha valakinek valamilyen problémája van vele, akkor keressen magának egy másik hetest. Azt mondom, hogy nincs mosolygós kedvében, majd fog mosolyogni, ha megnyerik a kopát. Mindent megtesznek ennek érdekében. Mondom, nem de akármilyen kopa ez a centenáromi kopa. Vidal. Ügyesen járatja a labdát Chile, Vidal. Összesen 10 gólja van Vargasznak a Copa Amerikákon, hiszen tavaly 4 gólt jegyzett, és társbéletben elnyert a gólkirályi címet, most is elnyerheti, de van egy nagyon komoly vetélytársa, akit úgy hívnak, hogy Lionel Messi. Úgyhogy ezt említettem, 5 gólja van Messinek, és Higuain is szépen dolgozik. Isla jöhet pardobással, Sanchez követeli a labdát, és meg is kapja, legalábbis felé szállt. Egymásnak szóltak oda az argentinok, vagy legalábbis Gures Mori rohónak, hogy ne bántsd. Isla, tehát szabálytalanság nélkül kell megoldani a feladatot. Isla mutatja Aranguiznak, hogy mozogjon a labda felé. Többiek is jönnek segíteni. Aranguiz, Tarigán mögötte. Nem történt semmi, kirúgás következik. Összességében 88-szor találkoznak egymással. Chile Argentinával találkozott a legtöbbször, Argentina szempontjából Chile a negyedik legtöbbször előforduló ellenfél, és hát óriási az argentin fölény, 58 győzelem a csupán 6 chileivel szemben. És a gólkülönbség is óriás, hiszen 189 gólt jegyzett Argentina, csupán 70-et Chile. Bosejur ezúttal is az oldalvonal mellett. Sanchez kezezett, de lehet, hogy Otamendi is. Romero vissza a mezőnybe. Higuain, Messi, mehet az argentin támadás. Messi, Hara mellett, aztán Messi a földön. A játékvezető pedig előkapja a sárgalapot. Vidal pedig azzal védi magát és a társakat, hogy bezzeg ott a túloldalon is volt már valami, amiért nem járt semmi. Elindul Messi és Diaz szabálytalanul, nem pedig Hara visszafutott. Hara is ott hagyta a lábát, de teljesen egyértelmű, Diaz az, aki most besárgul. Nagyon, de nagyon fontos eleme Marcelo Diaz ennek az együttesnek, hiszen a labdarúgásban több alkalommal is bebizonyosodott, hogy nem az utolsó passz a legfontosabb, hanem az első, és Marcelo Diaz az első passz nagymestere, vagy az első passzok nagymestere, ha úgy tetszik. Jöhet egy újabb Messi szabadrugás. Van a 9 méter. Két csodálatos gólt jegyzett szabadrugásból a centenáriumi kopán Lionel Messi. Messi. Ez nem okozott gondot. Jó barátjának, Claudio Bravo-nak, klubbeli csapattársának. Vargas mögé érkezik. Villa mindenhol előkerül. Villa egyelőre nagyon hasznosan játszik. Rahol teszi átra. Barega.
Di Maria nem tudott egyelőre belépni a meccsbe. Vidal, Sanchez rengeteget dolgozik. Bosejur. Sanchez kéri vissza a labdát, meg is kapja. Sanchez, Villát hagyja ott. Villázt a feladatot gyönyörűen megoldotta. Higuain helyettessék el a labdát. Vidált csapta be. Higuain benéz oda középre. Látja, hogy érkezik Di Maria, de bizonyára jönnek mások is. Sanchez, Villa elől. Ezt a párhazot, hogy Sanchez nyerte meg. Villával szemben Paniga. Hátra nyesi oda Funes Morinak. Paniga visszakapja a labdát. Mascherano. 93 óta 6 döntött bukott el Argentína. Hirdés mondhatott. Funes Mori. Paniga. Di Maria. Chile jól lezárja a folyosókat. Messi. Ezért nem teljesen jól. Messi kapja vissza. Jön oda középre. Ott a lecsorgó. Di Maria. Jobban nem lövi rá. Di Maria mindig ott a lehetőség, mégis ellövi, de hát ez nem az igazi. Maga Di Maria piszkálja föl a labdát, és aztán megy tovább a támadással. Érkezik vissza a labda, ez egy rövid felszabadítás. Di Maria keresi a legjobb pozíciót, hárman üldözik, és aztán jobban fejezi be. Láttuk, hogyan. Otamendi. Vidal. Medel. Gonzalida ritkán találkozott a labdával. Most a kevés pillanatok egyikét láthattuk. Vidal magasan kapta. Magasan is tette tovább Bosejurnak. Otamendi keresztette haiti származású Bosejur útját. Sanchez, Bosejur föllazítja ott a folyosót. Sanchez megy a lecsorgóért. Sanchez át a túloldalra. Ide szép volt Vargasnak finoman vissza Fuenzalida. Nem volt rossz ötlet. Fuenzalida egy időben be is fejezte a labdarúgást, hiszen a tanulmányaira koncentrált. Fuenzalida eredetileg jobb hátvéd, de még ifiként középcsatár volt, és ontotta a gólokat a Católica játékosaként, aztán feljebb tolták, vagy pontosabban visszahozták egy picit. De így is a kreatív zónában játszik. A magyar származású utánpótlás szakember José Szulántai fedezte őt föl, gyakorlatilag ő rakta össze ezt az arany generációt, amely 2005-ben már meccselt Argentina ellen. Igaz, akkor kaptak egy hármast, de akkor elhatározták Sanchezék, hogy majd pedig ők megleckéztetik Argentinát. Nem nagyon sikerült, de azért egy igazi klasszikussá vált, nekik is köszönhetően az argentina-Chile mérkőzés az elmúlt időszakban. Bravo a 16-os előterébe! Sanchez! Mercado mellett fejed, vigyá! Otamendi nem színezte, hanem kiemelte a labdát. Tara! Midel! Aj, mekkora hiba volt! Higuain viheti a kapu felé, Higuain helyzetben, Higuain! És ezt sem tudja berúgni Higuain! Hihetetlen! Nagy meccsen Higuain nem tud gólt rúgni! Hihetetlen! Sosem fogják megbocsájtani neki, hogy a fináléban, a VB döntőben kihagyta a nagy helyzetet. És ez sem tudja gólra váltani. Médel szegény megy a hibája után, a kapufával ütközik. És ez egy nagyon csúnya randevú. A vassal inkább azt mondom, itt próbálja lassítani egy picit a tempót, tompítani az ütközést, de nem nagyon tudja. Médelt kezelni kell. Chile megúszta. Pedig egy rendkívül labdabiztos játékos, Karim Medel, de most óriási hibát követett el. Higuain egyébként egy évvel ezelőtt kihagyott egy 11-est a büntető páros során, csereként lépett pályára, és azt sem nagyon csátanák meg neki az argentinok. Ezt túlélte Chile. Nagy lehetőséget puskázott el Argentina, hatalmasat. Egy ilyen akció eldönthet egy ilyen
mérkőzést, egy ilyen horderejű meccset. Higuain azonban nem tudta eldönteni. Legalábbis nem tudta berúgni. Pici hátba veregette Gary Medelt. Mint egy jelezve, ki nem baj öreg, csináljuk tovább. Ezt megúsztuk. Pasquirán engedi a labdát. Rojo. Messi. Higuain. Ügyes összjáték. Vidal állítja meg Messit. 32 fináléban szerepelt Lionel Messi, és ezeken a döntőkön 26 gólt szerzett, de hogy a kollégáim is beszéltek róla, az A-válogatott szintjén semmit nem nyert, sem ő, sem pedig Mascherano. Pedig, hogyha összeadjuk mondjuk a trófeáit, akkor már többet nyert, mint a labdarúgás négy legnagyobbja. Messi az újabb szabadrugással, de oda védő mögé, ott a fejes! Odaálló, sokan bent látták minden bizonnyal a túloldalon, Otamendi bent fölfejelni. Beindul Otamendi, és rá tudja bólintani Vidal mellett. Vidalról azt mondják egyébként, hogy hát ismerjük, tudjuk, hogy mire képes. Mindkét 16-osnál remekül fejel, hát ezt most nem bizonyította. Messi behúzza középre a labdát. Elvette tőle Vidal, aztán visszavették Vargas-tól. Tehát Messi többet nyert, több trófeát nyert, mint Maradona, Pelé, Cruyff és Di Stefano. Hát Pelé és Maradona például Copa Amerikát nem nyert, igaz, még Messi sem, de Messi előtt ott a lehetőség, hogy nyerjen most. Medel. Bosszúr. Meg időben föl tudta piszkálni a labdát Sanchez, hárman üldözték. Hőha, de ideges pici, hogy nem ők dobnak. Gyugi jelzi neki a tartalék játékvezető, aki mexikói, Roberto García Orozco, az említett úriember, a tartalék bíró pedig José Luis Camargo, aki szintén mexikói. Otamendi. Funes Mori. Barriga. Hát több helyzete volt Argentinának, ez teljesen egyértelmű. Funes Mori. Megpróbálja megbecsülni a labdát Argentina. Bár nem arról híres, hogy dédelgeti. Inkább a kontrákra épít, a direkt játékra. Sokan feltették a kérdést, hogy mi változott az argentin válogatott játékát illetően, illetve a chilei futballt illetően, chilei válogatott futballt illetően az előző kopához képest, a döntőhöz képest, azt mondják, hogy hát alig változott valami. Talán picivel Chile nem lép feljebb, tehát picit visszalépnek, nem presszionálnak rögtön a 16-os környékén, hanem nagyobb a biztonság a játékban, és hát nagy volt a biztonság az első meccsen is, a Copa Amerikán, a csoportmeccsen is, ezt nehezményezte a chilei sajtó, a chilei szakemberek, hiszen tulajdonképpen csatár nélkül játszott Chile, miközben Isla vállott itt nagy kockázatot, és nem is ez volt a legnagyobb probléma, hogy csatár nélkül szerepeltek az első meccsen, hanem az, hogy Chile úgy futballozott, vagy olyan taktikával futballozott, mint egy kis csapat, egy nagy csapat ellen. Tehát minden a helyére került a chilei válogatottnál. Diaz kér elnézést, nagyon nagy vonalú a chilei válogatott itt a 16-os környékén. Aranguiz. Isla kezében a labda. Erre a döntőre tervezték a labdát, amit látunk, illetve a kupát. Ez pedig a táblán sem lehet jobban megtervezni. Fuenzalida. Fuenzalida még mindig. Sanchez át a túloldalra. Mercado csúsztatott. Bosszúr. Remek futballista. Bosszúr középre. Otamendi egy jó nagyot belerúgott. Vidal találkozott a labdával, ez lett belőle. Di Maria is találkozott vele. Abból meg ez lett. Túl sokat fáradt Di Maria. Segítséget várt a játékvezetőtől, a brazíltól azonban nem kapott. López egyébként egyszer kiállította Vidalt.
Erről beszéltek a chileiek. Isla középre. Otamendi felé a labdát. Messi szedi össze. Messi egy indítás. Középre ment a labda, nem így tervezte Messi. Talán egy picit lecsúszott a lábáról. Óriási pressziót gyakorol egyébként Argentína. Hará! És ez nem ízlik Chilének. Messi. Messi szépen hozza el. Aranguiz mellett, aztán hoppá! Marcelo Diaznak van egy sárga lapja. És ez a második. Ha ő volt szabálytalan. Nézzük meg! Így van. Ő volt szabálytalan. Marcelo Diazt kiállítja a játékvezető. 10 emberrel folytatja a mérkőzést Chile, és ez óriási lehetőség Argentina számára. López mutatja Marcelo Diaznak, hogy ember, el lehet hagyni a pályát. Diaz jelzi a partjelzőnek, hogy hát ezért, hát csak megálltam, ennyi volt. Minden bizonnyal fognak rajta vitatkozni. López azonban nem gondolkozott, hanem előkapta az újabb sárgalapot. Eddig 2 sárgát osztott ki, mind a 2 Marcelo Diaznak, ami ugye pirosat ér. Diaz pedig elhagyja a játékteret. És innentől kezdve óriási előnyben, mondom, Argentína. A lélektani előnyben mindenképpen. Ráadásul ő azt említem, az egyik legfontosabb embere Marcelo Diaz ennek a chilei válogatottnak. Hát azt a 3-as sort ott elő meg kell bontani. Könnyen elképzelhető, hogy vagy Fuenzalidát, vagy Vargas le fogja kapni. Pici, majd meglátjuk menet közben. Újabb Messi szabadrugás, jön a hosszú sorok felé. Egy Bravo is jön, és lekapja a labdát a levegőből. Vidal. Villar rúgja fel a labdát. Vargas oldalra, Isla. Vargas. Aranguiz ügyesen tette vissza a labdát, Fuenzalida. Vidal megpróbálta kipörgetni a labdát, az edzésen ez jobban sikerült. José Zsur oda ejtette a labdát a kollégának, Sancheznek. Otamendi figyelt. José Zsur. Bravo! A szelt a labdarúgója Marcelo Diaz. Jó ismerősünk. Sanchez. Les volt. Jelzi a partjelző. Druda Bosquilla. Mascherano. Rojo. Messi kéri a labdát, nem is kell kérnie, hanem azonban neki teszik, hogy ott van a környéken. Pillanat tovább, Banega, Vidal támadta le Banegát, Vidal, Aranguiz, Isla, Bravonak haza. Bravo, 2 tolt rajta, és ez csak aztán rúgta föl, nem fölrúgja, hanem kirúgja Claudio Bravo. 106-szor válogatott a Barcelona portása. Funes Mori. Otamendi, Mascherano, Mascherano, Vargas támadta, Banega, Di Maria, egy Higuain, Hará rúgja el Pia elől a labdát, Pia elő-hátul, jó muzsiká, Di Maria, Banega. Gyakorlatilag 10 mezőny játékosan volt Chile tértrein Argentína, vagy meddig bírja ezt a nyomást? Pici együttese.
Azt mondta a magyar származású chilei milliárdos Leonardo Farkas, hogyha tovább jutnak, és ott lesz Chile a döntőben, akkor megveszi az összes chilei zászlót, ami Santiago-ban létezik, amit Santiago-ban árulnak, hát meg is vette az összes lobogót, 20 000-et vásárolt meg, és kiküldte ide, és ugye, különböző pontokon osztogatták, és nem csak zászlókat küldött, hanem más kiegészítőket is, és 50 000 dollárért vásárolt egy páholyt is itt, a MetLife stadionban, New Jersey-ben, és kihozott 20 hátrányos helyzetű gyereket. Di Maria, Le Claudio Bravo fogja a labdát. Kiváló zenészről beszélünk, csak kiváló üzletember is Leonardo Farkas, de mondjuk az édesapja nagyobb volt, akinek bányái vannak Chilében. Aranguiz. Most más pozícióban tűnik föl. Visszalépett oda Hara, és védel elé Diaz pozíciójába. Romero. Tanega. A Copa America alatt született meg a kislánya Sevillában, ő nem is látta, csak fényképen egyelőre Villa. Villa sérülten érkezett. Mercado tette vissza Messihez. Mercado visszavárna a labdát, Messi egyről középre penderíti. Mascherano, Tanega. Aranguiz megy oda. Di Maria. Rojo kéri, iszláljon bele, hatalmas ütközés, szerintem Rojóról ment ki, hiába reklamál a Manchester United játékosa, róla penderült ki a labda. 49-szer válogatott Marcos Rojo, 2 gólja van. Otamendi fejli föl, Mascherano, megint Otamendi, Bosejur lépett közbe, Vidal, hát vajon mi lesz abban az esetben Chilével, ha nem születik itt gól a rendes játék időben, jön a hosszabbítás. Sanchez fölkapta a vizet, a brazil játékvezető is, hát érdekes figura, azt látjuk. 95 óta profi bíró. Folyamatosan vezet a Libertadores kupában. Ő fújta a sípot a Chile-Mexico mérkőzésen. A Colombia Paraguayt is ő vezette. Aranguiz a labda mögött. Aranguiz. Védelme egy fejelni, bár ez nem az ő szakterülete. Ez pedig így szabálytalan. Mascherano pedig aztán lebirkozza Vidát. Hát lesz tűz a meccsben. Vidát küldik vissza a helyére. Vidát mutogat, Mascherano mutogat, mindenki mutogat. Mindenki odaszúr a másik, aki éppen arra jön. Hát azért ez mégiscsak egy döntő. És ez mégiscsak egy talpalás. Fuenzalida tartott rá Paniga lábára, aztán nézzék Mascherano, hogy jön. Vérben forgó szemekkel. Na. Még egy lap. Mascherano kapja. A legutóbbi Copa San Paoli terve az volt, hogy azt mondtam, hogy kiveszi Messit a játékból. Isla, rossz megoldás volt, aztán javít Mauricio Isla. Ő Chile el tudta dönteni a döntőt 11-esekkel. Mascherano, hát itt sokféle terv létezhetett, de az biztos, hogy azt most meg kell változtatni, 10 emberre minden más. Di Maria, belebonyolódott, Fuenzalida, Vidal, Islának teszi vissza, mindjárt megy oda támadni. Villa sokat fut, Otamendi,
Aranguiz, Mascherano. Pici két tétmeccset veszített el a chilei válogatott szakvezetőjeként, mindkettőt Argentina ellen. Vidal neve mellé is odaírunk egy lapot. Így próbálta megfogni egy picit a meccset a brazil. Romero. Még Pici is úgy okoskodik, hogyha Messit meg kell állítani, akkor a 16-os előterében kell elkerülni ezeket a szituációkat, távol a kaputól, távol Bravo kapujától, mert Messi szabadrugása életveszélyesek. Azt mondják, hogy Argentina is sebezhető, főleg ha kitámad. Mondom ezt annak ellenére, hogy csupán két gólt kaptak a tornán. Midel meggondolta magát. Otamendi Vargast mászta meg. Kifelé jár szabadrugás. Aranguiz volt szabálytalan, aztán fájlalja a lábát, és így megy vissza, így kocog vissza a helyére. Mascherano. Maniga. Jobb oldalra. Rojo. Maniga. Mascherano. Beindul Villa. Otamendi. Tanácstalan Argentina. Mercado. Villa. Villa hátát találta terébe Mercado, megint Mercado, Higuain támadja, Vidal is támadta a labdát, Villánál Mascherano, Messi, jön mellette Banega, Messi föltöj a Banegához, aztán visszavárja a labdát, Vidal mellett viszi Messi, Messi esik egyet a 16-oson belül, nem jár érte semmi. Vidal egy sárga lapot szeretne Messinek, de nem csak Vidal, hanem Médel is, és Isla is ott van. Messit magához szívja López. Igen. Megkapja a sárga lapot Messi színészkedésért. De hát azt látjuk, hogy López is óriási színész. Na itt van még egyszer. Hát picit kipillent az egyensúlyából, lehet, hogy picit rá is játszott. Egy sárgát Messi. Mindenkit feljebb tessék, Bravo! Vargas középre, Funes Mori találja telibe a labdát, Higuainhoz kerül a legjobb helyre, Banega, Rojo, Di Maria, Banega, visszazárnak közben a chileiek, Alexis Sanchez jött vissza nagy lendülettel, és Vidalnak mentette meg a labdát, hogy aztán visszakaphassa. Vidal kipörget ide Bosejurhoz, nagyobb a terület, szellősebb. Higuain át a saját tér felére, hogy aztán támadja Harát a túloldalon. Isla. Jön Aranguiz labdáért. Vidal. Megbecsül a labdát most Chile. Midel. Hát ez lesz most a piros mezesek célja, hogy ha lehet, akkor tartsák a labdát. Az első perc is ez lett volna. Őha. Ez is nagyon kemény volt. Közben Aranguiz oda is rugott egyet. Hoppá, piros lap!
Rohanak, felmutatja a piros lapot Lopes. Kiegyenlítődik a létszám. Hát bizony ezt megspórolhatta volna magának Rohó, hogy ott abban a pozícióban ekkorát kockáztatni, akkor, amikor emberelőben futballoznak. Nagyon, de nagyon buta hiba. Vidal továbbra is a földön, a játékvezető jelzi, hogy jöjjenek és vigyék le. Hát tény és való, hogy kemény volt Rohó, én ezt innen nem látom pirosnak. Bár csak azért sem látodom pirosnak, mert a labdát találta telibe Rohó. Egy sárgát mindenképpen megérdemel, de pirosat szerintem nem. Hát azért van ott Kun Sándor, hogy azért is van ott Kun Sándor a stúdióban, hogy elmondja a véleményét Lopes ítéletéről. Marcelo Diaz után Rohót is kiállítja a játékvezető. Negyed órát játszott, hát körülbelül negyed órát játszott emberelőben Argentína. Bár is mutatta Martino, hogy mit kell változtatni majd a továbbiakban. Említettem, Martino és Pici jó ismerősök, sőt barátok. A Tenerife-ben a 90-es évek elején csapattársak voltak. Meccseltek egymás ellen játékosként és edzőként, sőt a Colo-Colo-nál Chilében egymást váltották 2005-ben. Pici ment, Martino pedig jött. A 80-as évek rozáriói klasszikusan is szerepeltek egymás ellen 4 alkalommal. Martino Newell's Pici a Rosario Central erősítette a mérlegük, azt is mondhatnám patika mérleg, 2 döntetlen és 1-1 győzelem. Gyönyörű látvány a magasból, a MetLife stadion közel 83 000-en szurkolnak a lelátón. Több mint 1,5 millióan nézték meg a mérkőzéseket a helyszínen. A 94-es VB óta nem volt ekkora futballláz az Egyesült Államokban. Egy picit nehezen indult a szekére tekintetben, de aztán sok minden megváltozott. Aranguiz. Valamivel, de nem a szabadrugással, mert azt elvégezte Aranguiz. Nem tesszük ki az ablakba. Bravo! Edzőként is 4-szer találkoztak egymással. 2013-ban a Martino által vezetett Newell's legyőzte a San Lorenzo-t, amelynek a kispadján Pici ült. Egy évek később már a spanyol bajnokságban meccseltek egymás ellen, és Pici Valenciája 3-2-re nyerni tudott a Camp Nou-ban a Barcelona ellen, amelyet Martino irányított. A győztes gólt Vargas szerezte. A chileiek 11-ese 5 percet pakol rá a játékvezető. Hát fura, 5 percet nem szokás hosszabbítani az első fél után, annak ellenére, hogy ugye volt sérülés, voltak sérülések, volt 2 piros lap, sokat állt a játék. Isla. Sánchez engedi el. Vidal, Bosejor. Azt mondtam, hogy Diaz kiállítása után lélektani előnyt élvezhetett Argentina. Azt hiszem, hogy most a lélektani előny Chilénél van. Hogy változik ugye a helyzet? Mérkőzésen belül Banega. Vidal mellett helyet csinált magának. Messi. Messi próbálja továbbhozni a labdát, tovább is hozza. Messi az oldalvona mellett indul meg vele, és kiharcol egy pardobást. Pici kezében a labda. Válogatott szinten 2-szer nyert Martino,
és mindkét alkalommal 2-1-re egyszer itt, egyszer pedig az említett VB-selejtezőn. Mascherano! A Martinova vitatkozott pici, hát mégsem lesznek olyan jó barátok. Vargas. Vargas a túloldalon, 4-4 ellen. Aragüiz belebonyolódott egy picit, pedig Sánchez-nek tovább tolhatta volna a labdát. Sánchez. Sánchez tolja meg. Elfogyott a pálya. Lehet egyébként, hogy Sánchez lesről lépett vissza. Hát lesz itt meg lökdösödés, és lehet, hogy piros is. Elnézve ezt a bírót. Funesbori játszik a védelem bal oldalán, és Mascherano most már tényleg visszalépett tulajdonképpen a helyére. Már ki tudja, hogy mi Mascherano pozíció most már. Bosejur, hát az egyik legjobb belső védő, amióta a Barcelonában játszik, a Liverpoolban ezt a pozíciót erősítette. Di Maria, Higuain, Messi. Quinszel ide érkezett vissza, és takarította haza Claudio Bravo-nak. Jó, hogy itt van nála, mutatja, de kinek adja? Hara! Megint fent presszionál Argentina, Sánchez. Megsét átadja Otamendi mellett, Sánchez még mindig, Sánchez visszafogja egy picit a tempót. Zseniális futbalista. Quinszel ide. Vidal. Jön Bosejur a bal oldalon. Bosejur. Mercadóval találkozik, Bosejur, Mercado belelépett, szöglet, és ez mindenképpen belefér. Bosejur nem fogja elsietni. Iszlám mozgolódik ott a rövid csaroknál. Nem is Bosejur végzi el a szögletet, hanem Alexis Sánchez. Sánchez középre. Hát érdekesen fújta le ez az úriember az első félidőt. Hát elrepült, azt kell mondanom. Argentina-Chile a centenáriumi Copa America fináléjában az első fél idő után 0-0. Augusto Fernández támadja le a brazil játékvezetőt. Két pirosat mutatott föl, egyet Marcelo Diaznak, egyet pedig Rojónak. Hát ne felejtsük el, hogy Higuaín kiadott egy A mérkőzések közel 72%-át megnyerte. Hasonlóképpen szerepelt Németország, vagy éppen Spanyolország. Jobb Argentina, mint Brazília, és sokkal jobb, mint Itália. Persze a legfájóbb vereség a Maracanában elszenvedett Bentley a németek ellen a VB döntőben. Isla tolja középre a labdát. Vidal. Kilenc mezőnyjátékos mindkét oldalon, Marcelo Diaz és Rojo kiállítása nyomán következtében. Di Maria. Higuain picit belebonyolódott a labdába. Aranguiz mellett minden esetre el tudta hozni. Szépen pöckölte ki oda a jobb oldalra. Mercado érkezett a támadással. Pia segít be Mercadónak. Gabriel Mercado otthon játszik, a River Plate labdarúgója. Bosejur. Aranguiz is megjátszható. Hára talp alatt elmegy a labda, Médel megy oda biztosítani. Messi jött presszionálni egy picit. Bravo. Megpróbálja kihozni a labdát szépen Chile, eddig jól muzsikáltak. Bosejur, Sánchez-tól megkapta a labdát, Vidal. Argentina nem tud labdát szerezni egyelőre, Isla. Vidal.
áll. Nagyon sok szakember mondja azt, hogy 10 emberrel könnyebb futballozni, és most mindkét oldalon 10 vannak. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből. Médel. Hát remélem, hogy futball mindenek előtt. Hara. Nem volt les. Mascherano tartotta életben ott Vargas-t. Sanchez, viszintén megjárta a Napolit, mármint Vargas. Sanchez például játszott Argentinában a Riverben, ha már szóba hoztam. Bosejur, igaz, nem sokat. Messi. Di Maria, Messi sokat vár. Vidal próbálta elszedni tőle. Azt mondják Vidalról, hogy ő már a Guardiolás Vidal. Nagyon sokat tanult Guardiolától, ami a taktikát, a hadrendet, ami a hozzáállást, való helyezkedést illeti. Mascherano. Hát ő sem tanult keveset Guardiolától, Otamendi. Megint Otamendi. Romero. Azt mondta Maradona, ha nem nyeri meg Argentina, ha ez a csapat nem nyeri meg a Copa Amerikát, akkor haza sem menjenek, mert otthon semmi keresni valójuk. Bravo. Aranguiz. Vidal, van előtte egy kis folyosó, feljebb merészkedik a labdával, és most már a túloldalon Karim Vidal, vagy nem eljött vele a 16-osig, Isla, Sanchez, nem kapott jó labdát Sanchez Islától. Kolumbia ellen játszott a 100. mérkőzését a válogatottban, Sanchez. Isla. Vidal. Vidal húzza be középre. Hara. Beszorul most a saját tér felére Argentina. Hara. Higuain megy oda. Bosejur. Bosejur húzza meg. Aztán megáll. Gonzalida keresi a labdát. Bosejur. Villát verte meg. Vidal. Mascherano lépett közbe, aztán Vidal is. Nem lép közök, eljut Higuainhoz, és Higuain meglódul. Aztán, hogy mi lesz belőle, ki tudja, hogy mi lett volna belőle. Higuainnál sosem lehet tudni. Sanchez, Sanchez jön bele, jól teszi középre. Fuenzalida, Vargas! Közbe lépett López. Nézzük meg még egyszer, vegyük át. Sanchez, Fuenzalida. És igen, Vargas is szabálytalan volt Mercadóval szemben. Jó nagyot odarúgott Vargas a jobb hátvédnek. Vargas rendkívül hatékony a chilei válogatott játékosaként. Már más a helyzet, hogy a klubcsapatban kell játszani, azt már mondtam. Magyar származású, ezt már jó jelenszerűen elmondtam ezen a meccsen. Carlos Caselit utasította maga mögé. Az örök ranglistán, ami a gólszerzést illeti, és ami a magyar vonatkozást illeti, 1930-ban az első világbajnokságon Uruguayban Chile egy magyar szövetségi kapitánya jelent meg, Orth Györgyel, az MTK is a Vasas korábbi labdarúgójával, közel 30 alkalommal játszott a magyar válogatottban. Sanchez, Mercado mellett fejelt. Bosejur. Megbecsül a labdát Chile, Hara. De érdemes azt is figyelni, hogy amikor Chile áthoz a labdát a saját tér felére, Argentina azon nyomán átjön 3-4 emberre, most speciál 5-tel érkeztek. Bosejur. Nagyot kapott Sanchez. Otamendi-től a játékvezető túllépett rajta. És lépked tovább, Vidal, Isla, a második játék részben Chile irányít, Vidal hátra, Médel, klasszikus védekező középpályás, de a védelem közepén látjuk. Hogy ezzel a magassága nem szokványos ebben a pozícióban futballozni, de Médel ezt meg tudja oldani nagy rutinnal. Vidal. Arán.
Aranguiz. Bosejur, lassú most a tempó, Sanchez jön labdáért. Azt mondta Pici a mérkőzés előtt, hogy minden kétséget kizáron ez pályafutása legfontosabb mérkőzése. Medel. Aranguiz. Rövid volt. De még pont jó. Bosejur, ez viszont sárga lap. Nézzük azt a szép megmozdulást Lopestől. Bosejur is besárgul. Ezzel nem érdemes vitatkozni. Felnyársalta szegény Mercadót. 29 esztendős Gabriel Mercado a 10. mérkőzését játssza a válogatottban, a River labdarúgója. Cascherano. Villa emelte fel a labdát, Barigá, és ő volt az utolsó ember, Otamendi. Otamendi kér elnézést a társaktól. Bosejur, bravo! Egyáltalán nem bíztak Piciben, Chilében, azt követően, hogy San Paulinak mennie kellett. Általában áll a chilei szövetségben is. Bravo Vidal Vagyhára kifejezetten rossz megoldásnak tartotta. Labda volt. Vanega. Messi. Messi viszi. Négyen veszik körbe. Hát sok esélye nem volt. Letámadják a brazilt az argentinok. Megpróbálnak kidobálni egy sárga lapot a szabálytalankodó játékosnak. Hát nem segítik egyébként Lopest. Cascherano mondja a bírónak, hogy hát hátulról támadták ember. Na menjenek csak innen, így Lopest. Igen, Bosejur tette oda a kezét. Bosejur, akinek van egy sárga lapja, néhány másodperccel ezelőtt kapta. A társakkal és a családtagokkal ünnepelte a 29. születésnapját Lionel Messi. Banigával beszéli meg a figurát. Di Maria figyel a lepattanóra, Banega lövi, ott a kifejelt labda, jött Di Maria, Higuain, ő is jött, támadta a labdát, de nem találta el jól. Van egy olyan érzésem, hogy Funes Mori lesen volt, de ennek most nincs jelentősége. Aranguiz. Jön Kránevitter. Jön egy védekező középpályás, aki az Atletico Madridhoz került, nem nagyon játszott, és ha játszott, akkor sem játszott jól, még nem igazán érzi a spanyol bajnokság ritmusát. A River korábbi játékosa Kránevitter. Fuenzalida. Isla. Őha. Majdnem elcsípte Villa, de csak majdnem. Sanchez, be oda középre, Mascherano fejeli ki a labdát. Vidal fésüli maga mögé, és Medel teszi haza. Nagyon sok szabad programon vettek részt a chilei válogatott labdarúgói. Egyre több a szabad idő Piccivel, hát San Paulival nem volt ilyen jó dolguk, hiszen a válogatott napon kettőt edzett, most egyszer tréningeznek. Fuenzalida. Jó labdát kapott, Fuenzalida, jó ütemben is tette tovább, Isla, ő is, Cascherano, nem történt szabálytalanság, legalábbis Lopez szerint, Bosejur, Vidal kéri a labdát, és teszi is tovább, Bosejur, Villa mellett középre, Vargas, keresi a labdát, Di Maria emeli ki, ott a lövőhelyzet, Isla, mellé, jobban játszik Chile a második fél időben, és ez egy lehetőség arra, hogy cseréljen Argentina. Rossz helyre emelte ki a labdát, Di Maria, Isla pedig lekészítette és befejezte.
23 esztendős Matthias Granevitter hetedszer lesz válogatott, lemegy Angel Di Maria, nem volt 100%-os állapotban, bevállalta őt Gerardo Martino, így utólag biztos azt mondja, hogy rossz ötlet volt. És egyébként is meg kell fogni Csillét ott a pálya közepén, úgyhogy egy csatárral kevesebb így. Di Maria helyén tehát Granevitter. Granevitter megismerkedik a labdával. Bori nem mozdul a bal oldalról, Isla. Isla még mindig. Barigá talpa alatt elmegy. Azt a mindenit neki. Hatalmasat kapott Fönszalida. Mutatja, nem történt semmi. És jön Fönszalida mögött. Itt egy győr. Isla. Csile jöhet, Iguainról ment ki a labda, legalábbis én így láttam, de ezek szerint rosszul. Granevitter, Otamendi. Megpróbál rá ülni a labdára, most Argentina. Villa. Granevitter. Marigá. Iguain rossz irányba húzta, minden esetre oda tudta adni Messinek, Messi emeli fel a labdát, Bédel is fölmegy, ugyanezt teszi Fuenzalida is, hogy ki nyesse, hogy kicsúsztassa. Jön egy újabb argentin szöglet. Nem volt les. Fures Mori érkezett a támadással. Marigá. A BB keretből kiszorult. Barigá. Bravo megy föl. Hoppá, akadályozták Claudio Bravo-t. Kifelé jár szabadrugás. Hát kész csoda, hogy Bravo landolni tudott, földet tudott érni. Annyi láb volt ott. Hogy földet ért, aztán Funes Mori akadályozt, egy picit rá is játszott erre. Bravo! Mindenkivel kedélyesen elbeszélget Weber López. Bravo! Említettem, hogy pici Argentina ellen debütált a chilei válogatott kispadján rögtön egy vereséggel. Nem volt éppen egy meggyőző antré, aztán megverték Venezuelát vendégként. Labdabirtoklási arány ott a bal felső sarokban, illetve a lövések aránya, hát Chile azt az egyet nem mutathatja föl skalpként, mert az gyenge skalp. Higuain szép cselekkel jön el. Bori. Panega. Messi, Bosszazsúr megzavarta, Sanchez, Messi piszkált oda. Fuenzalida rúgott bele egy jó nagyot, óha, rossz irányba torta ez Funes Mori, Vargas. Fuenzalida jött a támadással, Vidal, Isla, Vidal. A Copa America előtt elbuktak két felkészülési meccset. Védelék, kikaptak Jamaikától és Mexikótól. Aztán az Egyesült Államokban menet közben sok minden megváltozott. De pici elfelejtette Valdiviát, és a korábban elfelejtetteknek adott lehetőséget az olyanoknak, mint Fuenzalida, Pucs vagy éppen Pulgar. Hara. A játékosok fokozatosan megkedvelték és elfogadták. És most már mondom, egyáltalán nem sírják vissza Jorge Sampaolit. Sanchez. Otamendi vele szemben. Aranguiznak hosszú volt. Bosszazsúr engedi el. Hát hol itt, hol ott folyik a játék. Hol itt, hol ott engedik át a területet. Vidal. Vargas. Vargas. Isla, les. Ez
Sampaoli picivel szemben meglehetősen távolságtartó volt. Külön vonult az étkezéseknél is, most teljesen más a helyzet, mert együtt esznek, ugyanannál az asztalnál, beszélgetnek, viccelődnek, pici közvetlen. Minden meccs után 4 órás kimenőt kaptak a játékosok, és 2 meccs között sokszor egy fél napot is, úgyhogy lehetett menni szabad programra, színházba, moziba. Hát ki ott, ide ment ki oda, ki a barátokkal találkozott. Persze a chilei sajtó ezt úgy gondolta, hogy úgy interpretálta, hogy pici, nagyon lágy a játékosokkal. Hoppá, Lopes volt ott, a Kraneviter eltolta onnan. Banega, Messi. Messi nem érzi jól magát. Ketret befogták ott. Vidal, Banega. Sanchez, megpróbálta menteni a menthetőt, Higuain lábáról lecsúszott a labda, Hara pedig elegánsan oldotta meg, úgyhogy alá pörgetett a labdának Bosse Zsúr. Romero. Otamendi. Villa. Banega. Hara próbálta megállítani, Banega szépen kihozta ott a labdát. Messi magasan kapta, de megoldotta. Vidal üldözi, megpróbál labdát szerezni, de nem tud egyelőre. Messi még mindig, Bosse Zsúr is bemegy oda segíteni. Messi hozza, és aztán Bosse Zsúr valahogy megoldja, kirúgja a labdát. Szöglet. Banega fog elvégezni. A 16-os vonalánál tűnik föl Otamendi, hogy ő erőből meg tudja támadni a labdát. Banega emeli középre. Nem sikerült megfejelni, tökéletesen Mercado előfejelte a labdát Móri. Kraneviter. A hosszú sarok felé. Vidal fejelte ki a labdát. Volt olyan párharc, amit elveszített, ezt megnyerte. Sanchez Villa mellett viszi üres területre. Jön Vargas óriási lendülettel. Fuenzalida érkezik a támadással, és megjön Isla is. Isla jobb lábán a labda. Isla finoman át a túloldalra. Vargas elengedi. Sanchez, Vargas. Hőha, ebben sokkal több volt. Sokkal, de sokkal több volt. Mercado. Hát nem egy labda zsonglőr Mercado, ezt láttuk most, Bravo, Vidal, Isla, jön Fuenzalida, Vidal, Fuenzalida, keresi a rés most Chile, Crane vitte mellett Isla, Mascherano, ott leütköztek egy chileit, Mascherano ettől nem jön zavarba, persze, Higuain kap ajándéklabdát, beviszed a két ember közé, Aranguiz egy jó nagyot belerúg, Vidal van előnyösebb helyzetben, és Higuain mellett megoldja Hara. Vidal, hőha. Villa támadta Vidalt. Fuenzalida. Vidal. Teljesen egyértelmű egyébként, hogy Martino taktikát akart itt változtatni, vagy bele akart nyúlni a szisztémába, mert hogyha Di Maria helyére keresett volna embert, akkor nagy valószínűség szerint Lamelát küldi be. Mori. Hát ő sem egy klasszikus balhátvéd. Vidal. Most sem nyúlt jól a labdához, de több ideje volt. És egy nagyobb helyzetben is volt Villa. Messi. Vidal mellett. Vidal még odalép. Harát nem tudta becsapni Messi. Villa. Könyökkel dolgozik. Sanchez. Szép. Fuenzalida hozza a labdát. Vargas követeli a túloldalon. Fuenzalida még mindig. Fuenzalida.
Későn passzolt, Mercado érkezett vissza, a Fuenzalida pedig lent marad a földön, azért, mert elfáradt. Mascherano. Mori. Otamendi. Villa. Fújnak egyet a játékosok, főleg az argentinok. Messi, Mercado, Messihez vissza. Aragüiz mellett, Villa. Villa nem számított erre a labdára. Még számítani kellett volna rá, Bravo. Hoppá. Higuaín mellett bevállalt egy cselt. Bosszezsúr szépen, Kránevitter is. Játszik az Universidad de Chile-ben. Isla. Aranguiz. Beindult Vidal, de Aranguiz nem neki szánta ezt a labdát. Isla és Romero. Gyors, bepontatlan kidobás. Ketten startolnak rá. Sánchez az egyik. Médel is ott volt. És ahogy a kollégáim beharangozták, jön Kun Agüero. Isla középre, Fuenzalida. Maga a teste mögé érkezett a labda, mi nem tudta megfogni. Vidal, Messi, Vidalt hagyja ott. Aranguizt is ott hagyja, aztán Aranguiz fölrúgja. Sárgalapos megmozdulás volt. Aranguizt hívja magához López. És felmutatja neki a sárgát, közben nézi, hogy adott-e már neki vagy sem. Nem, nem adott, neki még nem adott. Cserél Argentina, lemegy Gonzalo Higuaín, és a helyén Kun Agüero. Higuaínnak volt egy óriási lehetősége, nem tudta kihasználni. Hetvenhetedszer lesz válogatott, a Manchester City labdarúgója, 33 gólja van. Villa és Messi beszéli meg a figurát. Aztán Villa eljön onnan, Messi, beemeli oda középre, Mercado fejeli föl, Bravo. Nem volt egy ortodox mozdulat, hogy támadta a labdát, de meg tudta fogni. Hara. Médel. Hát csodák nincsenek, olyan meccset kaptunk, amilyenre számítottunk nagyjából. Médel. Hara. Mutat a Sáncheznek, hogy mozogjon a labda felé. Vidal. Isla. Isla egyből tovább. Fuenzalida. Aranguiz. Átkörül a labda oda bal oldalra. Sánchez. Hárman négyen támadják, aztán esett egyet. Kibillent az egyensúlyából. Elfogyott az ereje, Messi. Megvannak a csileiek ott hátul, Agüérónak hosszú a labda. Hát igazán a támadó szekcióban ott Agüérón kívül nincs embere Gerardo Martinónak, és ez is aggasztotta a trénert, aki hát meglehetősen szűkszabú volt a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón, idegesnek tűnt, és azt mondta, hogy ezt a döntőt ezt meg kell nyerni, nincs mese. Meg is kérdezték tőle, miért ilyen szűkszabú. Sánchez.
hát rendesen, Bosse Zsúr. Aranguiz. Tehát ő sem a piros szőnyegre számított itt, amit live van New Jersey-ben. Bravo! Lecsúszott a lábáról. Murray kezében a labda. Barriga. Martinnak fő volt adva a lecke, hogy hogyan változtasson, hogy semmi se változik a szerkezeten belül. Messi, hogy Salidát hagyja ott, aztán Aranguizt is, majd Vidal Zoknia mellett teszi tovább, Kun fölé. Ott volt a szabad ember a túloldalon, Mercado követelte, de nem kapta. Elkészülnek a fotók. Labdát zsebre lehet tenni. Nem akármilyen emlékez. Sanchez, Bosse Zsúr. Párasztják Bíját, kérdés, hogy meddig bírja. Bravo. Mascherano. Barriga. Oldalra fejelte a labdát, hát elfogyott a terület, hogy az volt a terve, hogy oldalra felé, aztán megindul, vagy valahogy rástartol, vagy ráfordul, de elfogyott a pálya. Vidal. Bosse Zsúr. Hárja penderíti föl, Vargas nem megy érte, Islának tökéletes. Funes Mori megoldja a szöglet. Aranguiz megy oda. 27 esztendős, 48-szor válogatott a Bayer Leverkusen játékosa. Nincs jó helyen a labda szerintem. És mi a baj vele? Kérdezi Aranguiz. Ha bajod van vele, barátom, akkor tedd a helyére. Így most jó? Jó. Vinszalida támítja a rövid sarkot, jön vele Agüero. Aranguiz. Sikerült kipenderíteni, kifésülje a labdát. Sanchez. Jön Romero. Vargas várta a túloldalon, de nem jött hozzá, nem érkezett meg hozzá. Mascherano. Agüero. Agüero. Meg tudta menteni a labdát, de ennél többet ebből nem tudott kicsikarni. Védel. Bravo mutatja, hogy jöjjenek a labda felé. Jött is Aranguiz, de nem vállalta be Aranguizt. Mondjuk kockázatos lett volna. Kranevitter. Otamendi. Messi. Barriga. Barriga. Testében Isla, Villa, Barriga, Barriga, vissza oda Villához, Kranevitter mellette, Villa lelassította a játékot, Barriga sem gyorsítja, Mascherano, nem Otamendi, hanem Mori, Mori középre, nem volt ez éppen rossz, Aranguiz, Otamendi. A játékvezetővel ütközött. A legrosszabb helyeken tűnik föl ez a bíró, hihetetlen egyébként. Nem először zavarja meg a játékosokat. Sanchez a földön, a játék megy tovább. Aranguiz. Aj! Komoly fájdalmai vannak itt Sancheznek. Őha! Előbb térdel talált, pontosabban a labdával találtak el a térdét, aztán a combmagasságban érkezett Mercado. Említettem, hogy a 2002-es világbajnokság óta
Az argentin válogatott 52 tétmérkőzést játszott és 6-ot veszített el, csupán 6-ot. A VB döntőn kívül, amiről már beszéltem, elbukták a Copa Amerikát 2007-ben, 3-0-ra kaptak ki a Konfederációs Kupát 2005-ben, 4-1-es végeredmény, 4-1-es vereség. Dél-Afrikában a németek verték ki őket Maradonával a kispadon, egy 4-es kaptak, kikaptak az angoloktól 2002-ben, Japánban. És Mexiko is megvert egyszer Argentínát a 2004-es perui Copa Amerikán. Így áll össze a 6 vereség. Isla. Vidal. Hát nagyon úgy néz ki, hogy ezt is 11-esekkel akarják eldönteni. Ha nincs gól a rendes játékidőben, akkor lesz hosszabbítás, 2x15 perc. Csak a fináléban van hosszabbítás, az elődöntőben nem volt. És az előtt sem. Az elődöntőben nem is volt rá szükség. Jön Pucs. Mexiko ellen vágott 2 Pucs. Paniga. Paniga, ott van egy kis terület. Aguero-nak próbálta benyesni oda, beszúrni. Bosszézsúr, Sanchez, valahogy összedrótozták, Kránevitter, Paniga, Kránevitter, fejbe lőtte Sanchez, aki megy a lecsorgóért. Azért fájott a bal combja, az teljesen egyértelmű. Nagy kérdés, hogy meddig bírja. Messi. Aranguiz, Vargas, hoppá! Itt szerencséje volt Mascherano-nak, hogy ott volt Villa, Otamendi, Mascherano. Messi! Nem tudta átvinni a szűrőn. Sanchez folyamatosan próbálkozik. Na most Vargas próbálkozhat, Vargas, Vargas kisodródik, és Romero véd nagyot, majd vissza oda középre. Hőha! A kevéske lehetőségek egyike. Vargas szépen átveszi a labdát. A rövid sarkot vette célba itt. Romero odaért. Midel. Puccsa pályán. Bosszézsúr. Midel. Isla. Ott van Aranguiz előtt, Aranguiz vissza. Vargas, Isla, Isla, hosszú sarok irányába, és Aranguiz előfejli el Mercado, szöglet. Nem is érkezett rosszul oda, bár ketten is vártak ott középen, jobb pozícióban Pucs és Vargas. Fuenzalida hagyta el a játékteret. Aranguiz. Aranguiz kapja vissza, Aranguiz. Paniga mellett. Romero figyel a lövid saroknál. Picit át meglépi az első csere lehetőségét. Kettőt cserélt Martino.
Puch. Vidal. Isla. Vidal mutatta Islának, hogy menjen föl a támadással. Isla itt nyerő ember lehet, nem játszik rosszul. Funes Mori mellett nagyon jól él. Vidal próbálta lebírkozni Agüerót. Hará Pucs. Mexikóban játszik Pucs Manikászában. 13-szor válogatott, két gólja van. Itt a kettőt itt szerezte a kopán. Aranguiz. Hará. Hará. Sanchez felé szállt a labda. Tehát kifelé szállt a labda, onnan fejelte vissza, már kívülről fejelte vissza Alexis Sanchez. Hát chilei zászlót is láttam őt az argentin táborban. Az argentin zászlót a chileiben. Pedig egy igazi fiesta ez. Dél-amerikaiak csinálják. Cascirano. Granevitter. Bori. Bari fölött a 16-os előterében, Médel, Isla, Hará. A második játék részben is ez teljesen egyértelmű. Többet birtokolja a labdát Chile. És Vargas révén helyzete is volt. Médel. Isla. Isla. Ilyen Vargas, és Pucs elő Mascherano, aztán Pucs nyújtózkodik, majd Pucs rugdosódik. Mascherano nem szól egy szót sem. Egy átlagban 46 ezeren nézték meg a mérkőzéseket a centenáriumi kopán az Egyesült Államokban. Messi, Agüero, Agüero helyzetben, de csúnyán lőtte rá. Ha lapos és pontos lövés mellett teszi le a voksát, akkor lehet, hogy megéri a mérkőzést Argentína. Ez óriási lehetőség volt. Ilyen rosszul rúgni, hihetetlen. Nem tudom, mit ott felhozni mentségére ott Hará. Talán azt, hogy Agüero odarúgott neki. Több mint 82 ezeren, tehát, amit live van. Ez a határ túllépve. Mascherano. Puccsal ütközött. Isla. Vidal. Vidal. Granevitter mögötte. Médel. Isla. Vidal. Tolnak neki, hogy körötte nincs ember. Most már van. Granevitter érkezett. Médel. A labda megint a chileiek tér felén. Csak Messi tartózkodik ott a túloldalon. Médel. Isla. Ilyes pörgetés. Sanchez egy picit hosszan vette át a labdát, így már nem lehetett az övé. Mascherano kapja Granevittertől, aztán Messi Banegától. Messi, Messi, Banega, Messi, gyönyörös játék. Vidal megy oda. Érkezik Médel, és ő piszkálja ki a labdát. Banega, Messi, Banega. Picit beljebb húzódik a labdával. Aztán megáll. Granevitter. Otamendi. Mercado. Mercado. Bosse Zsúrba rúgta bele a labdát, Bosse Zsúrról szédül ki. Agüero. Tabadrugás.
partjelző segített Lopesnek. Valaki beszólt egyébként a partjelzőnek. Talán Proces úr volt az, aki azt mondta, hogy húha, te aztán nagyon jó vagy. Szerencsére nem hallotta meg a partjelző. Bazard félkör. Elegánsan kiméri a distanciát Lopes, megmutatja Pucsnak, hogy hova álljon. Közben egy jó nagyot taszajt szegény Pucson. Nem Messi végzi el, hanem Banega. Úgy tűnik, hogy Messinek itt feladata van. Messi várja, lecsorgott a 16-os előterében, csak hogy mint Kraneviter. Ideges argentin szurkoló. Banega nem ideges. Vargas sem, kifejli a labdát. Megy Villa a lecsorgóért. Mascherano eltávolodik tőle, hogy meg lehessen játszani. Robérónak tessékeli haza, hogy fel lehessen építeni a támadást. Közben az idő csak telik, és telik. Mascherano. Otamendi. Villa. Barriga. Kraneviter. Messi. Messi. Oda rúgtak neki. Messi gyorsan elvégzi a szabadrugást, küldi oda Hará felé. Hará szedte össze végül is, Méden segített be neki. Isla. Sanchez maga mögé. Vargas, Kraneviter nyújtózkodik. Aranguiz is. Pucs nem megy érte. Banega. Ügyes. Kraneviter. De picit darabos volt, de pontos. Mascherano. Ez egy kockázatos. Funes Mori. Rohó helyén játszik, azt követően rohót kiállította a játékvezető. Vidal lépett közbe. Banega. Otamendi. Kraneviter. Banega. Messi vissza oda Banegához a vonalak közé. Banega bal lábán. Ez is egy gyenge lövés volt. Lehet, hogy jobban jár Argentina, hogyha Banega bevárja Messit, mert jött is mögötte. Díme. Vissza lehetett volna pörgetni neki. Banega azonban elvállalta, mondjuk nem láthatta, hogy jön mögötte. Messi kiesett a látó köréből. Na, egy újabb erekje. Két labda landolt el a látón, ha jól számoltam. Gólokat tudtam volna itt számolni. Vargas. Vargas. Gyönyörű váltás, Bosszezsúr bejön vele, Bosszezsúr jól teszi vissza, Sanchez nem találta el jól a labdát, és blokkolták ráadásul a kísérletét. Jön Messi közben, Agüero futott a jobb oldalon, Banega a balján, Messi közelít a kapu felé, ott hagyja Harát, Messi, ő is mellé lövi a labdát. 3 perc a hosszabbítás. Eldönthették volna a fiúk, itt is, ott is. Előbb Messi lehetőségét nézzük meg. A saját tér felől indul, Harát ott hagyja, és a 14-ről csúnyán mellé rúgja. Most nézzük meg, ahogy itt Bosszezsúr megkapja a labdát, Sanchez támadja, és dicsérjük meg Funes Morit, mert hatalmasat mentett Sanchez. És megint Mori érdemel dicséretet, megint ő lépett közbe. Mondom, egyébként Sanchez nem találta el igazán jól a labdát. Villa. Banega. Bosszezsúr.
Hát ez meg hogy így, Bosse Zsúr? Csalódott Martino, mert nem tudták lezárni a fiai a meccset, pedig megvoltak a lehetőségek. És még meg lehetnek a lehetőségek. Messi. Les. Pucs volt Lesen. Villa. Panega. Villa. Redondóra emlékeztet engem Lucas Villa. Messi. Kissé kisodródik ezzel, Morinak rövid, és nem is támadta a labdát egyébként Mori. Most dobja. Mascherano. Közben sokan egy keresztrejtvényt is megfejtettek, amíg Mori elgondolkozott, hogy hová is dobja azt a labdát. Panigá. Villa. Villa. Lehet, hogy egy picit elfáradt. Hát nem csodálkozom rajta. Rengeteget dolgozott. Bosse Zsúr. Tara. És letelik a jelzett 3 perc. Argentina-Chile. A rendes játékidőben a centenáriumi Copa America fináléjában 0-0, csak úgy, mint egy évvel ezelőtt Chilében. Argentina most már zsinórban a 19. mérkőzését játsza úgy, hogy rendes játékidőben nem szenved vereséget, hiszen nem kapott ki ugye Brazíliában. Chilében és az Egyesült Államokban sem. 27-szer fordul elő, hogy Chile nem tudja megverni Argentinát a Copa America történetében, rendes játékidőben. Most sem sikerült tehát győzni, de még mindig nyerhet Chile. Jön a 2x15 perc hosszabbítás egy kis pihenő után. És lehetett látni Messit is, hogy kezelésbe vették rögtön, úgyhogy hát bízom a jobb folytatásban. Jöjjön akkor a 2x15 perces hosszabbítás. Köszönöm szépen. Chilének 6 gólszerzője van, Argentinának pedig 8. Ezen a meccsen egyre egyetlen gólt sem láttunk. A második félidőben valamilyen jobb futballt produkáltak a csapatok. De hát valóban, ami az argentinok játékát illeti, a Messi felvillanásokon kívül sok mindent nem láttunk, ami az argentin válogatott futballját illeti. És teljesen egyértelmű volt, hogy a másik játékrészben Chile uralta a meccset, ráült egy picit a labdára, és a kontrákkal próbált operálni, és érdemes ott megfigyelni azt is, hogy ahogy Messi megkapta a labdát, 3-4-en körbevették, és így próbálták ketrecbe zárni. Nos, nézzük akkor a folytatást, csak hogy mint egy évvel ezelőtt Santiago-ban. Medel. Jara. Bosse Zsúr. A lehetőségek azért megvoltak, az első fél időben is Higuaínnak volt egy óriási sansza, amit elpuskázott, és a második fél időben Chilének is voltak helyzetei, és Argentinának is több. Mascherano, Villa, Panigá, megint egy játékos ott a földön, Kránevitternek szól Vidal, hogy rúgja ki a labdát, López pedig oda megy, megnézze, hogy mennyire komoly ez a baj. Aranguiz a földön. '93 óta 3 Copa Amerikát bukott el Argentina. Ezen akarnak változtatni, de nagyon. Ezen is. Aztán sok minden nem fognak változtatni, hiszen, ahogy mondtam, óriási a káosz az argentin szövetségben. A mérkőzés
előtt, a hibduszok előtt volt egy köszöntés, ott nem láttam egyébként Luis Segurát, az argentin szövetség korábbi elnökét, ő azt mondja, hogy ő az elnök még mindig, és nem érti a FIFA döntését, tehát ezt tudomásul kell venni. Egy korábbi futszálos szakember, vagy futszál szakember, Hőha Béja, csúnyán megtaposta itt Aranguiszt. Dupiejét nevezte ki a FIFA. Damian Dupiejének hívják az úriembert. Strandfocival is foglalkozott korábban, de mondom, egy argentin bíróság már is megvétózta ezt a döntést, úgyhogy nincs elnöke az argentin szövetségnek. És Chilének nincs Aranguiza. Hát csúnyán főhasították a sportszárát. Mascherano. Barega. Aranguiz visszajön. Barega. Vidállal ütközött. Védel startol rá a labdára. Aranguiz. Mercado elpasszolta magát. Sanchez. Messi fejeli tovább. Hára az utolsó pillanatban. Védel közben rálegyint a partjelzőre. Sárgalap. Kránevitter kapja. A második argentin sárgás. De a harmadik. Messi kapta az első színészkedését, mondjuk azon is lehetne vitatkozni. José Zsúr. Hara. Bédel. Hát néha rossz nézni, komolyan mondom. Most Islán fekszik a földön. A labdával foglalkozzál, ember. Így López Médelnek. Hőha. Hát ez is sárga lap. De ilyenért pirosat is adtak már. Volt itt ütés, rugás, minden. Mori megúszta. Faragják itt egymást, apró szobrocskák fogják majd a 11-eseket rúgni. Bravo! Mascherano. Kránevitter engedte maga mögé a labdát, Aranguiz. José Zsúr. Kicsiben most Chile, Pucstól visszakapja a labdát José Zsúr. Bravo! A Colo-Colo-ban játszik Jean José Zsúr, de játszott Európában is. Hát megszámol is nehéz, hogy hány csapatban fordult meg José Zsúr, de lehet látni, hogy megint csúcsformában játszik. És az az érzésem, hogy megint el akarja adni magát. Hara. Agüero jön mögötte. Védel, de Agüero úgy futott, mint aki már nem bírja. Edzésem, mondjuk az utolsó másodpercekben, 30 sprint után. Agüero. Nagy terület előtte. Messihez csak eljut a labda. Agüerohoz vissza. Agüero! Ott a lecsorgó. Jön Vidal, és ezt nem foghatja meg Bravo, nem is fogja meg. Mercado próbál labdát szerezni. José Zsúr. Rukki azt a labdát, hogy lehessen ápolni azt a embert ott a 16-oson belül. Messi. Messi nem rúgta ki, a csilek nem fogják kirúgni. Villa, Agüero közben föltápászkodott. Megy José Zsúr. Mercado. Agüero. Vidal megy oda. Agüero. Hára belelépett ezek szerint. Szöglet. Hát az biztos, hogy ez nem volt les. Meg kell nézni a másik kamera állásba, hogy miért nem tudott tovább menni itt Kun.
látjuk, azért, mert Hara nem engedte, hogy tovább lépjen. Baniga. Messi fejeli oda Aguero felé. Megindul vele Vargas. És ez remek labda. Mascherano. Gyönyörű keresztezés volt. Pucs elől rúgta ki a labdát. Elszánt szurkolók, nem csak játékosok. Hát mindent visznek, ahogy jönnek. Itt is, ott is, mindkét oldalon. Labdát, babát, mindent. Nem számít. Igazi presztízs futball. Proszézsúr. Pucsnak ejti oda. Proszézsúr megint. Csilejek bal oldala rendkívül erős. Alexis Sánchez és Proszézsúr. 45 labdát juttatott be a 16-oson belőle az eddig 5 meccsen. Proszézsúr. Pucs. Pucs középre. Aranguiz most lemaradt. Baniga. Rövid Messinek. Hara. Jó támadta a labdát, jó irányból. Megy érte Pucs, Vargas várja ott középen. Vargas helyzetben és kihagyja. Hihetetlen, kihagyja Eduardo Vargas. Lehet, hogy az volt az egyik nagy probléma ezzel a beadással, hogy lágy volt, és Vargas nem tudta erőből megfejelni a labdát. Tehát óriási lehetőség volt ennek ellenére. Baniga. Kránevitter. Messi. Messi. Gyert mögötte Vargas. Villa vissza. Hát ez hihetetlen. Már megint ott van, ahol nem kell ez a derékember. Vidám szól neki, hogy hát most figyelj tényleg, hát, vagy figyeljen sportás. Hát. Jaj. Könyökét a csuklóját fájlalja a bíró. Messi szabadrugás a 100. percben. Messi. Aguero! Mekkorát fogott, Bravo! A léc alá tartó labdát Claudio Bravo ki tudta penderíteni. Óriási bravúr volt. Hát az egyik legkisebb ember fejjel kapura. Három chilei mellett, Medel, Hara és Aranguiz mellett gyönyörű ívet ír le a labda, és be is fért volna oda a léc alá, ha nem véd ekkorát Claudio Bravo. Óriási bravúr. Messi szöglet. Még mindig ott van, Mori nem talált el jól, és ebből megindul a Pucs a bal oldalon. Pucs. Ja. Biával ütközött. Piát látta szabálytalannak a brazil. Elmegy onnan, Médel ordibál utána. Hát érdekes volt ez minden esetre. Hara. Hosszabbítás első fél idejében egy Vargas és egy Kun Aguero helyzet. Nagy helyzet. Vidal. Bori, ajándéklabda Alexis Sáncheznek. Bori mellett egy ügyes váltás. Isla. Kránevitterről visszapatta hozzá. Mascherano. Majdnem elvitte a labda a bal lábát. Szöglet. Isla szól oda a társaknak, hogy miért nem helyezkednek ott, ahol kell, hogy ő is be tudja adni. Megy Aranguiz. Találhat a varázslat. Felbír az összes lehetőséget Aranguiz. Jól alá tudott rúgni ennek a labdának, Mascherano. Messi kipörgeti oda bal oldalra Banigához. Aguero helyezkedik oda, teljesen mindegy, mert Chile megszerzi a labdát. Hoppá! Lelassul. Romero. Mascherano.
Megy Sanchez. Villa még időben vissza tudta tenni. Mercado. Villa. Marega. Messi kéri a labdát. Villa. Messi kapja Villától a vonalak között megint. Agüero gyújtózkodik. Agüero bejönne vele. De ezzel így kisodródik, Kucs pedig elvitte előle. Argentin szöglet így. Panega. Jön Mercado is, Messi megint lecsorgóra figyel, csak úgy, mint Villa. Panega jól érkezik, és Bravo is jól érkezik. Külön csípte őt Otamendi. Cserélpici. Jön ötössel Francisco Silva. És lemegy Alexis Sanchez. Megsérült Sanchez. Eddig bírta. Na itt van még egyszer, Bravo, óriási mentése. Vargas fejesét is megnézném azért. De lehet, hogy mutatták, és az én figyelmet került el. Vidal. Hara. Silva egyébként egy klasszikus védekező középpályás. Vidal. Gatyába rázott a középpályát Pici ezzel a cserével. Vidal. Isla. Aranguiz. Megy érte Pucs. Mascherano kereste a lehetőséget, hogy átessen Pucs lábán. Pucs pedig ordibál, a játékvezetőnek mondja, hogy feldobta magát, feldobta magát. Otamendi. Mercado. Mascherano. Mercado megint. Vargas presszionálta. Mascherano. Indítás oda a bal oldalra. Agüero kint van. Silva, Francisco Silva, egészen pontosan Gato a beceneve, tipikus az a játékos, aki meg tudja nyugtatni a meccset, meg tudja nyugtatni a társait, nagyon fontos eleme ennek a csapatnak. Hát vége az első félidőnek, ami a hosszabbítást illeti, még 15 perc, és hogyha ez a 15 perc sem hoz gólt, akkor majd hoznak gólt a büntetők. Nagyon pontosan passzol Gato Silva egy ilyen mérkőzésen. Egy ilyen stádióban nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen ember, mint Silva. Kolumbia ellen is remekül futballozott. Valahogy nem hittek benne korábban. Az Universidad Católicában nevelkedett. Álfonso Garcés, a felfedezője beszélt róla. Bédel megkínálta a játékvezetőt egy kis frissítővel, López nem kér belőle. Agüero fejese egy újabb kameraállásból, hát ez a repülés minden pénzt megér. '93 óta rendezik a Copa Amerikát ebben a formátumban, és 93 óta Brazília kétszer tudta megvédeni a címét. És Chile próbálja ezt lekoppintani azzal, hogy megvédi az első Copa Amerikáját.
hiszen, ahogy ezt említettem a felvezetésben, az a csapat, amelyik nyer, az Copa Amerikát nyer. Bár a centenáriumi kopáról beszélünk, és az már biztos, hogy Chile lesz ott a konfederációs kupán 2017-ben. Mascherano. Otamendi. Kranevitter. Mascherano rúgja föl. Agüero. Meggondolja magát Agüero, visszafordul vele. Bori. Baniga. Villa. Mascherano. Baniga. Ügyes a váltás, Baniga. Baniga hozza be oda középre. Vidal helyezkedik jól, és az ő belső érőszédű ki a labda. Lehet, hogy lesz egy újabb argentin csere. Messi. Rendre veszélyesek a pontrugásai. Messi a rövid sarok felé. Vidal fejelte ki a labdát, Baniga. Aranguiz próbál hozzáférni. Silva. Ja, ott Aranguiz is bezavart egy picit. Silva vissza is szól Aranguiznak. Gyerünk, gyerekek, csináljuk. Martin a bírónál azt reklamálja, hogy ráncigálták a játékos a mezét. López erre úgy reagál, hogy megigazítja az óráját, mert ott az esésnél egy picit elmozdult a helyéről, és most már percek óta megpróbálja megtalálni az ideális pozíciót. Ott a kezén, de még nem találta meg. Az olyan, mint az ember az autóban állítgatja az ülést, és ez nem jön össze. Isla. Vidal. Bosejur. Pucs. Bosejur szól Pucsnak, hogy menjen. Vidal. Ki a jobb oldalra, Vargas. Iszlával a váltás, és mekkora váltás lett volna, ha Iszlár ezt eléri. De nem érte, Romero érezte az ütemet. Jól jött ki a kapujából, Mascherano. Megint Vargas megy oda, Mascherano. Nem tudom, mennyi energia lehet benne. De az biztos, amennyi benne van, az ki is fogja brusztolni magából. Castillo lesz az újabb chilei csere. Baniga, Kranevitter, Bori, azon nincs Di Maria, és azon nincs Rojo, a sokat kivett az argentin válogatott baloldali játékából. Lemegy Vargas. És jön az úgynevezett katolika játékos, a Nicolás Castillo, aki csatár. 5-5-ször válogatott, egy gólja van, 23 esztendős az itt látható ember. Mori. Mori. Ugyan már ezért, Funes barátom. Nem adok én neked szabad rugást. Isla. Otamendi hátra, aztán egy eladott labda. És ebből megindul a Chile, jön Romero is. Castillo elől, piszkálja a labdát Romero. És lehet, hogy kapott egyet a bokájára. Castillo megpróbálta tovább pöckölni. Jön egy ember ide a bal oldalra, jön Lamela, neki magyaráz Martino, Médel. Bosejur. Pucs. Silva. Nem Aranguiz felé jön a labda, hanem Isla felé. Mascherano. Médel. Silva.
Bravo rálott hátul. Hará találkozott vele. Hála finoman ide a jobb oldalra. Vidal is közbeszólt. Silva, Bédel. Mascherano jól lépett közbe. Pia feltolja oda Messihez. Messi mögött jön Agüero, jön Cato Silva is. És megoldja Vidal. Hát alig állnak a lábukon ezek a srácok. Mondjuk Silvára ez nem igaz, mert Silva néhány percet lépett pályára. Lemegy Baniga, elfáradt teljesen. A Tottenham labdarúgója Erik Lamela 22-szer válogatott, 3 gólja van. Otamendi. Bori. Lamela. Mascherano. Otamendi, azok a játékosok, akik tavaly 11-es tibáztak, nincsenek itt. Higuain és Baniga. Őket már lecserélte Martino. Messi. Messi. Tovább tudta gyötörni. Bia. Jól teszi föl. Messi pedig jól kapja vissza. Megy Lamela felé a labda. Együttes erővel Isla és Médel megoldotta. Mi lesz belőle szöglet? Úgy tűnik, hogy igen. Igen, Médelről ment ki a labda. Nincs Baniga, Lamela rúgja a szögletet. A rövid sarkot vette célba. Carnevitter. Mascherano. Messi veszi át szépen Silva mellett. Silva aztán fölrúgja a szabadrugás. Hát ezt akarták elkerülni a chileiek. Eddig nagyjából elkerülték, tehát nem rúgták föl Messit ott a 16-os előterében. Ez egy óriási lehetőség Argentina számára, illetve Messi számára. Száztizenharmadszor válogatott Messi, 55 gólja van. Megelőzte tehát Gabriel Batistutát, aki 77 meccsen vágott 54-et. Batistuta 93-ban, amikor Argentina megnyerte a kopát, duplázni tudott Mexiko ellen. Jó, most már lassan tényleg be lehetne fejezni, mert már csak néhány perc van hátra ebből a meccsből. Médel és Agüero barátkozott egy picit. Kucolod a Médelnek, hogy tényleg most lesz minek. Jöjjön ide. Hát ha ebből nem jött Médel, akkor nem tudom, hogyan kell közelíteni hozzá. Messi igazítja meg a labdát. Bolivia ellen nagy gólt rúgott szabadrugásból. Nem bocsát az Egyesült Államok ellen. Annál jobban nem lehet megrajzolni a labdát, vagy a labda ívét. Nagyjából 30 méter a távolság. Hát ha valaki, akkor Bravo jól ismeri, hogy Messi hova rúgja ezeket a szabadrugásokat. Most megmutathatja Messi. Nem kell megmutatnia. Mert a labda megpattan, kiszédül. És a sarokból jöhet Argentina. Bizit feljebb merészkedett Castillo, olyan méterrel a vonalhoz képest. Lamela megint.
Ott a lecsorgó. Bia megint. Kucs megy a lecsorgóért. Kránevitter kirajzolja oda jobb oldalra. Lamela. Szép. Alárug a labdának. Ott a fejes, és aztán Agüero megy érte, de nem éri el. Hara közelebb állt hozzá. Mascherano. Beszorul most Chile. Funes Mori. Három vörös mezes támadta a labdát, így argentin játékosnak esélye sem volt arra, hogy elfejelje, és itt sem mutatkozott sok szansz. Bravo! Nem tartja magánál sokáig, hanem fölküldi. Mascherano. Most akarják eldönteni, úgy néz ki. Lamela rögtön átjött ide a bal oldalra helyére. Messi. Messi. Mascherano. Úgy jött, hogy Biát is megelőzte. Lamela. Vidal állt meg előtte, Villa. Kránevitter, Castillo mellett, Kránevitter. Megpattant szerintem, legalábbis én így láttam. Kránevitter pedig ebben reménykedett. Nem ért hozzá senki. Ilyen rosszul rúgta meg Matthias Kránevitter. Az újabb erekje. A harmadik most már. Szegény Aranguiz kifutotta magát. Gyere Charles, ezt a néhány másodpercet még bírt ki, aztán rápihenünk a büntetőkre. Mascherano. Vidal. Bucs. Silva. Isla. Jó ütemben válik meg tőle. Aztán Silva szerintem szabálytalan volt. A játékvezető túllépett rajta. Mascheranóban még van bőven erő. Még egy-két sprint belefér. Messi. Bosszezsúr mellett. Aztán Bosszezsúrnak besegítenek. És jön Hara is másodszor, hogy meg ilyen elegánsan. Mascherano. Mercado. Hara. Villa. Az argentin válogatott egyik legjobbja volt Lucas Villa. Megítélésem szerint. Mori. Médel. Agüero mellett. Agüero esette mellette. Bravo. Mascherano haza. Romero. Mori. Otamendi. Agüero felé a labda, Agüero szerintem nem, Lamela felé. A labda Lamela szerintem szabálytalan volt, de ezzel sem foglalkozott a játékvezető. Castillo szépen tartja meg a labdát. Bevárja Vidát ott a jobb oldalon. Vidal. Átváltja a játékot oda a túloldalra. Pucs teszi vissza. Silva. Bosszezsúrnak rövid. Ilyen rosszul passzolni. Az utolsó másodpercekben minek feleslegesen dolgoztatni a társat, ha nem muszáj. Vidal. Isla. Felipe!
Vidal. Isla. És vége. López lefújja. A hosszabbítás sem hoz döntést. Jöhetnek a büntetők csak úgy, mint egy évvel ezelőtt. Az argentinok nem gyakorolták, a chileiek viszont igen, hogy hogyan hangolódtak a büntető párbajra, az rövidesen kiderül. Gyerünk! A legutóbbi 11-es párbajt Chile nyerte 4-1-re. Fernández, Vidal, Aranguiz és Sánchez berúgta. És berúgta Messi is a túloldalon. És ahogy azt említettem, Higuaín és Banega kihagyta. Vidal lesz az első. Nem játszott jól. Nem játszott igazán jól, de az azért kiderült, hogy remek futballista. Tehát Endélő jóval jobb futballista. És nem csak ő, hanem szinte mindenki, aki itt van a pályán, de a cél az átírja sokszor a forgatókönyvet. Vidal és Romero párharca. Vannak argentinok és vannak chileiek is ott a kapu mögött. Vidal és kihagyja! Hihetetlen! Borzasztóan indít Chile! Romero megfojtja! Borzasztóan rúgta! Ráadásul Romero is jó irányba ment el, és így örülnek a többiek. Messi az első argentin, aki büntetőt rúg. Egy újabb finálé a gólt rúghat Lionel Messi. Messi fut neki, Messi, ha! Ezt meg hogy? Hol van a labda? Mert hogy nem a hálóban landolt, hanem a lelátón. Hát ez borzasztó volt. Egy-egy büntető, gól nincs. Továbbra is 0-0. 11-esből sem jön össze. Jön a csere, Nicolás Castillo. Hát nem ezen a mérkőzésen derült ki, hogy milyen futballista. Castillo nagyokat fújtat, és berúgja. Hogy berúgja? Könyörtelenül berúgja. Vezet Chile. Romero elindult a másik irányba, de ha jó irányba megy el, akkor sem biztos, hogy megfogja. Mert Castillo nagyon eltalálta a labdát. Hozzáteszem, hogy ez sem ment összességében jó helyre. Mascherano. Hát nem egy specialista. Mascherano fut neki, és ő is berúgja ugyanoda, ahova Castillo. Óriási feszültségtől szabadul meg ezzel, ezáltal 1-1 a második körben. Mind a két játékos berúgja, a Castillo és Mascherano is, Messi pedig nem akar elhinni, hogy ő elhibázta a büntetőt. Pedig ha valaki, akkor Messi be kell rúgja a 11-est, ő kihagyta. Aranguiz. Egy évvel ezelőtt gólt rúgott. Ő rúgta a harmadikat. Az első meccsen itt a kopán gyengén játszott. Két labdát is eladott. Róla rúgták a két gólt az argentinok. Egyet vállalt. És most vállal egy büntetőt, hogy valamit jóvá tegyen ebből. Aranguiz berúgja. El sem tudott mozdulni Romero. Kettő egy. Agüero megy. Azt akarja, hogy fej mellett maradjanak, akkor ezt be kell rúgni, nincs mese.
Higuaín-t váltotta, volt egy óriási lehetősége. Ha azt befejeli, akkor most nincs 11-es. De van 11-es. Agüero! Ajaj, nagyot kockáztatott ezzel, de kiegyenlített, berúgta. 2-2. Az első pár arcot elhibázták a felek. A másodikat és a harmadikat nem. Milliméterek hiányoztak. Pontos volt, szép volt. Jean Bossejour. Kiváló ballába van. Bossejour fut neki. Szép. Berúgja. 3-2. Az ászok kihagyták. Messi és Vidal. Villar sétál oda. Hát nálam ennyi túlzással Villar volt a mezőny legjobbja. Villar fut neki, és kivédi Claudio Bravo! Kivédi Claudio Bravo! Villar is kihagyja a büntetőt! Kér a csileiek közül. Gato Silva. Ha berúgja vége, a centenáriumi kopa győztese Chile. De hát be kell rúgni. Nyugodtnak tűnik Gato Silva. Romero vele szemben. Silva nézi a labdát és a kapus pozícióját. Silva neki fut és berúgja! Vége! Ezt a 11-es párbajt is Chile nyeri. Hihetetlen! 4-2-re, nem 4-1-re, mint tavaly, hanem 4-2-re. Nincs jelentősége összességben. Chile megvédi a címét ebben a sorozatban. Megnyeri a centenáriumi Copa Amerikát. Messinek pedig továbbra sincs trófeája az első csapat játékosaként. Leül oda a padra, el akar bújni a világ elől Lionel Messi, aki nagyon-nagyon csúnyán kihagyta a büntetőt. Csak úgy, mint Brazília, Chile megvédi kopás címét. Érdekes meccs volt, fura mérkőzés volt. A lélektani előnye, azt említettem a közelítés folyamán, először Argentinánál volt, mert Marcelo Diazt kiállította a játékvezető. Aztán kiállította a Rojót is. Egy helyzet volt az első fél időben, Higuaín azt elpuskázta. Sokkal több volt a második játék részben. Vargasnak volt egy nagy sansza. Volt Agüerónak is. Copa America győztes, tehát ismételten Chile, és most már nem érdemes vitát folytatni a tekintetben, hogy kiképviselje Dél-Amerikát. A 2017-es konfederációs kupán Chile az, amely 2015 után 2016-ban is megnyeri a Copa Amerikát. Pedig nem így indult ez a torna Chile számára, rögtön egy veressége, pont Argentina ellen, Argentina pedig menetelt. És mindenki azt mondta, a szakemberek is azt mondták, hogy hát ezt a kopát szinte biztos, hogy megnyeri Argentína. Ez az aranygeneráció utolsó esélye, hogy nyerjenek valamit, és ezt sem tudják hozni. 93 után sem tudnak nyerni Copa Amerikát. A 23 éves negatív széria sem szakad meg, és azóta ez már a 7. döntő
amit nem tud megnyerni Argentína. Hát azért nagy kő esett le Vidal szívéről. Szomorú argentin szurkolók. A festék is elmosódik ott, bár ez nem volt egy tökéletes műalkotás innen figyelve. Nem tudja befogni Argentina Uruguayt. Továbbra is Uruguay vezet 15 sikerrel, Argentinának 14 győzelme van, Brazíliának 8. És most már Chile fölzárkozik Peru és Paraguay mellé. Megcsináltuk, megcsináltuk így Gary Medel. Kíváncsi vagyok a kollégák véleményére itt a végén. Díjat, a legjobb játékosnak járó trófeát, tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha most őt hozzák ki győztesként, akkor átveszi-e csalódása ellenére. Hamarosan kezdődik tehát a díjátadás, először az egyéni díjakkal, a legjobb kapus, a legjobb góllövő, a legjobb játékos, és utána jönnek majd a csapatok. Tehát javaslom, hogy térjünk vissza Norbihoz. Köszönöm szépen. Megjelent az argentin szövetség elnöke, Luis Segura is ott a sarokban, persze természetesen nem pakolták oda Gianni Infantino FIFA elnöke mellé. Is the Fair Play Award awarded to the team which best embodied the spirit of fair play throughout the competition. The Fair Play Trophy is awarded to the national team of Argentina, represented by Sergio Romero. El primer premio de esta noche será el premio al juego limpio, el cual se le otorga al equipo que mejor representa el Fair Play D. Juego limpio y a través del torneo el premio juego limpio. Argentina kapja. Gianni Infantino adta oda a díjat Sergio Romero-nak. Nem kaptam hivatalos névsort, hogy kik lesznek jelen itt a díjátadásnál, de hát ott látom Alejandro Dominguez urat, a CONMEBOL elnökét, és ott van a CONCACAF elnöke, a kanadai Victor Montagnani is. A Golden Globe Award, which honors the tournament's top goalkeeper, to receive the Golden Globe Award. Please give a round of applause to Claudio Bravo from Chile. A legjobb kapus pedig Claudio Bravo. Es el guante de oro el cual se le otorga al mejor arquero del torneo. Claudio Bravo kapja teát. Al ganador del guante de oro. Az aranykesztyűt. Portero de Chile. Az ősz úriember, ha minden igaz, Sunil Gulati, az amerikai labdarúgó szövetség elnöke, indiai származású. Bravo-t tapsolják meg. Említettem, hogy elég nagy a káosz a CONMEBOL-ban, a CONCACAF-ban is. És jön a legeredményesebb játékos, Eduardo Vargas. 6 góllal zárja a tornát, Ginorban másodszor lesz. A Ginorban másodszor gólkirály, a Hoffenheim csatára, Eduardo Vargas. A legutóbbi tornán 4 gólt jegyzett, összesen 10 gólja van Vargasnak a Copa Amerikákon. El goleador de la Copa América Centenario ahora recibirá el premio del botín de oro, Powerade. Mexiko ellen 4-et jegyzett. Zamorano rugott egyszer 5-öt egy barátságos meccsen. Vargas de Chile. De hát mondjuk Salas sem volt képes 3-nál többre. Sem tét meccsen, sem pedig barátságos mérkőzésen. Az arancipős teát Eduardo Vargas. Goleador del torneo Eduardo Vargas de Chile. Hát úgy tűnik, hogy Alexis Sanchez lesz a torna legjobbja. Ő kapja meg az aranylabdát, amit Messi legutóbb visszautasított. To receive the MasterCard Golden Ball Award from a MasterCard representative, please give a round of applause for Alexis Sanchez. Alexis Sanchez a torna legjobb játékosa. Mondom, hogy nem volt mosolygós kedvében Alexis Sanchez, hogy miért, ezt tőle kell megkérdezni.
fáradtnak tűnt, nem volt beszédes, gyakorlatilag eleltávolodott a csapattársaktól, nem vandázott, nem ment a városba sétálni, nem jelentkezett a Twitteren, viszont azért megnézte, hogy mit írnak a különböző honlapokon, megnézte a hozzászólásokat, és nagyon nem esett neki jól, hogy őt is szidják. Ő nem a pozitív dolgokat emeli ki, hogy ő fogalmazott, hanem mindig a rosszat, hogy hiába van 100 jó, hogy mindig a rosszra koncentrál. Ezt követően a játékvezetői csapatot köszöntik. Ott a pódiumon. CONCACAF presents the medals of recognition to honor tonight's match officials. Jön Eber López és csapata, Kleber Lucio, Gil Bruno, Bosquilia, a három brazil teát, illetve a két mexikói, Roberto García Orozco és José Luis Camargo. Gondolom, argentinok, chileiek egyaránt fütyülnek. Érdekes jelenség volt. A mozdulatai emlékezetesek maradnak. És akkor jönnek az ezüstérmesek. Jön az argentin válogatott, amely megint elbukott egy döntőt. 2014 óta zsinórban a harmadikat. Hát azt hiszem, hogy nem bánják most az argentin játékosok, hogy nem indulnak vissza azonnal Argentínába, hanem majd csak egy picit később hajnalban. Hát eddig a mérkőzésig tökéletesen buzsikált az argentin gépezet. Az az érzésem, hogy az volt az érzésem, hogy túlságosan is tisztelték Chilét. Pedig hát megverték őket itt az első meccsen. Majdnem azt mondom, hogy simán. Megverték őket Santiago-ban. És egyébként is állandóan verik őket. A Chile sosem tudott nyerni például Argentínában, és összességében is összesen 6-szor, legutóbb pedig 2008-ban. A Copa Amerikán sosem tudta megverni Argentínát, most sem verte meg, de mégis győzött. Hát menekülnek az érmek elől, pedig az ezüstérem is érem, a második hely is fontos, bár szerintem ezeknek a játékosoknak teljesen mindegy, mit mondan az ember, mert most mindenki el van azzal foglalva, hogy ezt sem tudták megnyerni, és majd megint mit szólnak hozzá Argentínában, vagy megint mit ír a sajtó, az argentin sajtó, vagy megint Messi mit fog kapni, hogy kihagyta a büntetőt, mit fog kapni Higuain, hogy kihagyta a helyzetet, és egyáltalán a sérült Lavezzi, Romero, aki itt Vargas lövésénél avatkozott közbe, és jönnek sorban a többiek. Mascherano, aki nem érezte a helyét sem középen, sem pedig ott hátul. Igyekezett, nem mondom, tehát azért kiderült, hogy jó futballista, de vagy összességében nem működött ez a Gerardo Martino féle gépezet. Messi ugye elsírta magát, csak úgy, mint Brazíliában. De most már túl van rajta. Többen is vigasztalták, persze nincs túl rajta, mert nem lesz könnyű álma. És ezt sokan fel fogják neki emlegetni. És jönnek a hősök, a győztesek. Jön Chile, a centenáriumi Copa America győztese, amely meggyőződésem úgy lépett pályára, hogy eltolja a mérkőzést, ameddig csak lehet. Lehetőleg a 11-esekig. Jönnek sorban a játékosok tehát. Bravo Tozelli, Johnny Herrera, a három kapus. Vinaroco, Isla, Fuenzalida, Medel, illetve Hara, a hátvédek, Silva Vidal, Pablo Hernández. Bár úgy tudom, hogy Tuk Hernández már elhagyta a csapatot. Eric Pulgar, Mar González, Jean Bossejour, Aranguiz, Marcelo Diaz, a középpályások, a csatárok, Alexis Sanchez, Mauricio Pinilla, Eduardo Vargas, Nicolás Castillo, Fabián Orellana és Edson Puch.
És aztán jön majd a kupa, amit az Egyesült Államokban terveztek, amit Londonban valósítottak meg. 89 nap alatt nyerte el ezt a formáját. Ez egy egyedi kupa, egy egyedi trófea. 98 nap alatt dobták össze, 61 centi magas, több mint 7 kiló. Arannyal vonták be. Kolumbiában, érdekes módon Kolumbiában mutatták be. Néhány héttel ezelőtt, tehát egészen most április végén, ahol megemlékeztek arról, hogy 1916-ban Brazília, Argentina, Chile és Uruguay indította útjára ezt a tornát. Térben megy az éneklés. Kétszeres győztesek vagyunk. Médel viszi a prímet. Bravo kapja majd meg a kupát. Ő emeli, ő emelheti majd a magasba. Sanchez-nek már van egy trófeája. És van Vargasnak is. És lesz most a chilei válogatottnak is mindenkinek. Jön a csapatkapitány Claudio Bravo. La plataforma, el capitán de la selección de Chile, Claudio Bravo. Inkább Claudio, hova állsz, ide állsz, oda állsz, följössz. Alejandro Dominguez kezében egyelőre. A CONMEBOL elnöke tartja és alig várja, hogy átadja Claudio Bravónak. Bravo megcsókolja, emeld már föl, fönt van. A centenáriumi Copa Amerikát tehát Chile nyeri. Zsinórban másodszor ünnepelhetnek a chileiek. És ahogy mondta az interjúban Alexis Sanchez, közösen Vidal, néhány perccel ezelőtt, ez az aranygeneráció, és nem tudja, hogy mi ennek az aranygenerációnak a csúcspontja. Azt mondta, hogy mennek majd a VB-re, persze ezt ki is kell harcolni. És ott nagyot akarnak alkotni. Az biztos, hogy Chile ezzel a győzelemmel följön a világranglistán a harmadik pozícióba. Argentina ott marad az első helyen. Lehet, hogy nem láttunk csúcsfutballt, sőt, biztos, hogy nem láttunk csúcsfutballt, hanem célfutballt láttunk. Tehát mégiscsak világsztárok terelgették a labdát ott a pályán. Mindenki végigcsókolja, végigpuszíja, Vidal is a magasba emeli. És aztán jön Pitbull, ha minden igaz, Becky G-vel előadják a centenáriumi kopa himnuszát. Tehát ez egy-két olimpiai kör is, gondolom. A chileiek majd bemutatják a szurkolóknak. Hát ki gondolta volna az első mérkőzés után, hogy Chile nyeri majd a Copa Amerikát. Ezért nem szabad messze menő következtetéseket levonni. Főleg az első mérkőzés után. És az sem számít, hogy van egy csapat, amely végigmenetel, és a legnagyobb esélyes arra, hogy megnyerjen egy tornát. Hát ilyen volt Argentina. Mégis nem Argentinát látjuk ott ünnepelni, hanem piros mezben a rohát, azaz Chilét. Mert mindenek előtt ezt a becenevet Chile érdemelte ki, nem pedig a spanyol válogatott. A BL serleget próbáltak egy picit lekoppintani. Fantasztikus képek. Sanchez sorba csókolja őket. Legjobb kapus. Legeredményesebb játék.